szeretett vendégeink, kedves magyar barátaink, kérem, aki tervezte az esti előadás megtekintését, meghallgatását, szíveskedjen közelebb jönni, mert perceken belül kezdünk. Itt van körünkben a mai utolsó 18 órakor kezdődő előadás előadója, Kismautunk István, aki minthogyha így lenne megtervezve, ugye az elmúlt napok alapján valószínűleg szándékosan csináltuk, ismét azzal a témakörrel foglalkozik előadásában, amelyre utaltam ma délután, meg ugye az elmúlt napokban is, meg hiszen az egész rendezvény felvezetője volt, hogy nem jöttünk mi sehonnan, mindig is itt éltünk, ugye tehát bizonyítandó, mi hozzuk az érveket, mi bizonyítjuk azt, hogy itt éltünk, holott ezt elvileg ugye a nem magyar, a nem tudományos és a nem akadémiának kellene élből, hivatalból biztosítania, illetve bizonyítania. Tehát drága, szeretett testvéreim, foglaljanak helyet, és akkor szeretettel köszöntsük Kismautunk István, aki a Kárpát-medence őshazánk címmel tart előadást, és a remélem, hogy még a végén lesz a nyerünk, hogy még a, talán még elő, a kérdéseket is tud válaszolni. Isten hozott, Isten tartja az előadást. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai nap előadás címe, ugye Kárpát-medence az őshazánk. Sok mindenben kapcsolódik az előttem levő előadóhoz, ugye Matek Kamilhoz. Az a szerencsém van, hogy ő nagyban már fölvezette más oldalról ugye az ősi Kárpát-medencei paronéne édenkertet, ami 100 000 évnél idősebb, sőt, hogyha ugye, ahogy beszélte a felegyenesedett embert, ugye 10 millió évre, 8 millió évre datálják. Én egy kicsit más szempontból közelítem meg a dolgokat. Ugye, amit itt látunk, az egy úgynevezett horoszkóp. Ugye ez a napjárását követi, ez az európai horoszkóp. Szigorúan hívhatjuk magyar horoszkópnak. Ugye a másik, amit ismerünk, az a kínai horoszkóp, az ugye a holdjárását követi. Tehát a kettő az nincs szinkronban egymással, de mégis szorosan összefüggnek. És ezt a kínaiak átvették akkor. Ugye mi nem csak Európa ősnépe vagyunk, ezt jó, ha tudjuk, és az előadás alatt ezt amennyire időből telik bizonyítani is fogom, hanem nyugodtan mondhatjuk, hogy Eurázsia ősnépe, illetve ősműveltsége együtt a hun és a magyar. Ezt a horoszkópot azért tettem föl, mert ugye a napjárását követi, tudjuk, hogy 12 jegy van, ugye egy jegy, az 2153 évet ölel föl, tehát a 12 jegy összesen, mire egyszer körbefordul, az gyakorlatilag több mint 25 000 év. Ez azért érdekes, mert abban a pillanatban nyitja a távlatokat, tehát látjuk azt, hogy egyáltalán le lehessen következtetéseket vonni egy égi rendszerből, ugye a horoszkóp az nem más, hanem hogy a bolygók közlekednek, ugye a csillagos égen, és ahogy a nap is jár. Tehát ebből, ha le akarok vonni következtetéseket, akkor legalább kétszer kell, hogy körbejárjon, mire olyan anyagom van, hogy újból tudom azt a 2150 évet vizsgálni. Ez azért is fontos számunkra, mert azt is bizonyítja, hogy sokkal régebbi az ember története, gondolkodásmódja, mint ahogy azt ma a tudomány feltételezi. Bár majd látni fogjuk, hogy egyre jobban rákényszerülnek arra, hogy ezt belássák. Tehát itt már az egyiptomi kultúrát, ugye a szumér magyar kultúrát, az kénytelenek kitolni időben is. Annál is inkább, mert görög történetíró, marad az egyiptomiaknál, Hérodotosz, az Krisztus előtt 5. században, azt írja, hogy az egyiptomi máguspapok, azok 44 000 évet számlálnak. Ugye az még mindig nem jelenti azt, hogy kétszer körbefordult ez a bizonyos óra, de ez azért nem semmi idő, ugye egy papírrend fönnállásában. És a görögök vitatkoztak azon, hogy ki a legrégebbi nép, ugye kettő maradt versenyben, a szkíták,
és az egyiptomiak, és nem az egyiptomiak vitték el a pálmát, hanem a szkíták. Tehát a szkíta történelem és tudás az régebbi, sőt nyugodtan mondhatjuk, hogy az egyiptomiak szintén innen vették át. Ezért érdekes ez a horoszkóp, csak azért mutatom, hogy például Skorpió királyra emlékeznek az egyiptomiak. Ha csak egy kört nézek, akkor az 17.273 év visszafele. Ugye nem csak írott források vannak, és ugye ezeket szokták általában alapul venni, hanem sokkal fontosabb, amit ma sikeresen kiölnek, ugye a szájról szájra való, illetve emberről emberről való tudásolása, ami annyit jelente, a legkisebb szintben a családban nézve, hogy ugye a nagyszülők átadták a tudásukat, nem a fiúknak, hanem az unokáinknak. Ugye miért? Mert a szülők azok általában mindig dolgoztak minden országban, viszont a nagyszülőnek volt arra ideje, hogy az unokával foglalkozzon. Még egy előnye volt, hogy ugye már az élete vége felé van a nagyszülő, mert sok mindent megélt, azon kívül neki is a nagyszülő mesélt, tehát visszafele már is újabb négy nemzedék van, aminek a tudását adja, sőt annak a tudását is láncolata. Nem kell azon megijedni, hogy ez a tudás megváltozik, apró részlegben igen, de fővonalakban nem, tehát tartja a dolgokat. Milyen az ilyen tudás? Ugye azt, amit az egyszerű magyar parasztember tudott, hogy ő igenis hun és magyar leszel. Ő nem tett különbséget a kettő között, és ezt nem is tudták törölni a népünk emlékezetétől. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez több ezer évre megy vissza. Ugye sajnos mi butulunk ebbe az európai civilizációban, de Ázsiában nincs olyan ember, aki legalább 7 vagy 8 nemzetékig ne tudná visszavezetni az őseit mind a két ágyban. Ugye ezért ez nem kis dolog. A másik, hogy a szájban továbbadó tudás az azért is volt fontos, mert közvetlen szívtől szívig ment, mert mindig helytért. Ugyanez volt a mágusoknál is. Ők is egy kiválasztott gyereknek, aki a tanítványuk le, annak adták tovább a tudásukat. És ez a tudás, ez személyes volt, megtapasztaláson alapult, tehát nem olyan, mint ma az iskolában, hogy elvégzünk egy orvostudományi vagy bármilyen képzést, nincsen gyakorlat. Egy gyakorlatot még utána szerzem meg. Itt nem erről volt szó, hanem itt menet közben szereztem meg a gyakorlatot, mégpedig közvetlenül a mestertől. És ez azért nagyon fontos, mert ugye a mester az nem azért mester, mert nem tud dolgokat, hanem ő mindent tud. A nagyon fontos tétel az hozzá, hogy ő soha nem követelte meg azt a tanítványtól, hogy a tanítvány az ugyanazt vallja, amit ő. Ő megtanította neki azt, amit ő tudott, az alapokat, illetve hogyan kell építkezni, egy-két dologra rávilágította a dolgokat, és hagyta, hogy a saját munkát járjon. Hát nem követelte meg, hogy az ő úgymond szektáját vagy elképzeléseit kövesse. Ugye, ahogy ma is a tudományban van, hogy van egy finomor elmélet, aki nem azt követi, az gyakorlatilag nem jutott át. Hát ez teljesen másképp működött. Nagykorúnak nézték a tanítványt, sőt, előfordult az, akár Krisztus esetében is mondhatjuk, hogy az az eklatáns példa, mit kellett neki tanulni. Mindenkitől letanulhatott, hiszen az élőisten fia, aki a Földre született. És mégis megvolt az az alázat benne, hogy úgymond Egyiptomban tanult, Indiában tanult, erről vannak leírások, de itt mindig hozzáteszem azt, hogy inkább tőle tanulta. Lépjünk tovább. Itt az európai, a magyar horoszkópot mutatom, illetve a kínai horoszkópot és ezeknek az átfedéseit. Ami nekünk még itt érdekes, hogy van egy állat sorrend, egy 12-es állat sorrend a magyar hun népeknél, amit hogyha négyesével veszek, ugye akkor a felső négyes egy szellemi szintet jelöl, a következő középső négyes a lelki szintet, az alsó négyes pedig egy testi szintet jelenít meg. Hogy az ember is föl van építve, ugye a derekáig tart a fizikai teste, ugye a testi rész,
ennek ugye a nemi szerv a központja, a lelki rész az a teréktől nyakig tart, ugye ennek a központja a szív, és a nyaktól fölfele ugye a fej, ez a szellem része, ennek a központja a harmadik szerv. Ugyanez van az állatoknál is, és ez azért fontos, mert ez Ázsiában is rangjelző volt. Hát itt értjük meg majd azt, hogy miért volt az, hogy egy negyedik béna nem állt szóba egy Csingiszkánnal. Mert nem egy súlycsoportban voltak. És ha megnézzük az állatokat, ugye föntről lefele mondom, ezek részben olyan állatok, majd lefele látunk olyanokat, amelyik ma is élnek a Földön, illetve olyanok, amelyik úgymond kitalált vagy mitológiai lények, vagy szárnyas lények, ami nem zárja ki, hogy nem éltek a Földön előtte, illetve nem ebbe a dimenzióba élnek. Ilyen is van, illetve van egy rész pontosan, amivel kezdünk a legmagasabb szinten a túl, amely gyakorlatilag nem kapcsolható máshoz, mint a teremtő isteni négyeshez, ugye pontosabban a Szentlélek, illetve a Szent Szellemnek a három szimbóluma. Ezt tudni kell, hogy az ötödik századig sólyommal jelölték, még a katolikus egyházban is ezt a szent lelket, illetve szellemet, aztán később lett ebből valam. Nálunk egyértelműen megmaradt a túl a parttal. Ugye ez pedig azt jelenti, hogy az Isten igazság tevés, számon kérdésnél jelenik meg a túl, így általában ezért nem is szeretik. Ugye a másik, amikor tollal van ábrázolva, ugye ez az érdekesség, hogy ott szellemi dolgokat ad át. Ugye a Szentlélek pünköskor ezt ünnepeljük, hogy szellemi dolgokat kapunk meg. De attól ugye majd látjuk az egyiptomiaknál, ott a könyvben, az embert is jelképezi, hiszen a mérlegre teszik ugye a meghalt szívét, a másikra az igazság Isten művének látnak ugye a tollát, vagy a Szent Szellemet, és ez dönti el, hogy helyesen élte az illető, és tovább léphet, vagy pedig kezdi előről a pályafutását, ugye akkor elnyer a víziló vagy a sárkány, minek nevezik. Tehát a túl a legmagasabb szín, és ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a Teremtő Isten, isteni négyesnek az egyik kiemelt szintje. Miért beszélek négyesről? Mert azért itt a hitre is vissza kell térni, és majd látjuk ennek a fontosságát. A 16. Benedek is megmondta, hogy illetve elismerte végre, hogy nem volt soha politeizmus. Hát ezt felejtsük el, mindig egy Isten hit volt, itt a vita csak azon állt, nagyon keményen, hogy az egy Isten hitben hány szemét ismerni kell. Ugye ma a római katolikus egyház három szemét ismer el, ugye a Teremtő Atyát, annak a fiát, ugye Jézus Krisztust, a világ világosságát, és a Szent Léleket, illetve a Szent Szellemet. Ezzel szemben az őseink, ugye a szkíták, hunok, magyarok, akik a körkereszt népe voltak, azok nem így tartották, hanem úgy tartották, hogy van egy Teremtő Isten, ténylegesen, aminek férfi minősége van, ugye ezt nappal ábrázolták, és ennek van egy női párja, ez pedig a boldogasszony, amit holddal ábrázolnak. És ezeknek a kettőnek az együtteséből, tehát egy családmodell, van a fiú, ugye Jézus Krisztus, a világ világossága, és a Teremtő Istennek egy külön része, ugye a Szent Szelleme, maga a túlmadár. Tehát itt ezen múlt, hogy a magyar paraszt ezért mondta azt, ha kérdezték tőle, hogy ő mibe hisz. Három a magyar igazság, ugye? És akkor ezzel már megnyugodott, aki hallani akarta, hogy három a magyar igazság. Ha még kérdezték tovább, azért az, hogy nem hozódott, azt mondta, a negyedik a rávás. Ugye ez a negyedik a bizonyos boldogasszony. Tehát ez egy fontos rész. A túl volt, még hozzá kell tennem, jobb így, vagy hallanak viszont nélkül is. Jó, maradunk itt. Tehát a turulnál még azt is kell tudni, hogy a férfi mágus papír ennek a jelképe volt a turul. A következő az egyszarvú, ha lefele megyünk, ő a küszöbb bőrének is hívják, és gyakorlatilag ő a női mágus papír ennek a jelképe volt. Ez meg olyan szinten, hogy ugye akikkel a szkíták, hunok, magyarok kapcsolatba kerültek, illetve a Kárpát-medencébe bekerült idegen népek is átvették. Hát ezek csak részben idegenek, elsősorban a keltákra, gallokra gondolok, akik azért rokon népek velünk, ugye Trójával kapcsolatosan. Ők is a női papír ennél ugye a lapockájukra vagy a vállukra
tetoválták az egyszalút. A tetoválás is szkint a szokás, ugye pazarikba, jégbe temetve a, megmaradtak a bőrön is a tetoválások. Szkinta hercegnő van, aki tetőtől talpáig tetoválva van. Tehát nem csak férfiakat tetováltak, ugye nőket is. Persze nem azzal a célra van ma, hanem ezeknek azért komoly jelentése bírt. Akárki akármit nem tetoválhatott. Ez valami olyasmi volt, mint a címerek. Tehát akármilyen címet akárki nem viselhetett, mert a számok érték rajta. Tehát ez közmegállapodás volt, hogy ki mi lehetett, ha nem az volt rajta, az az életébe került. Hozzáteszem a következő, ugye a főnix vagy tűzmadár következő szinten leje, és aztán a szellem szintnek a legalja, illetve hát az őre, az maga a sárkány. Erről külön lehetne beszélni, mert a hunokat a kínaiak sárkány nemzetségnek hívták, bár a mostani azért Kínában rengeteg anyag fog még előkerülni a hunokra vonatkozóan, nagyon sok szétszólt anyag van, tehát nem csak a 110-es fejezet van Sikitől, amit el lehet olvasni, és a hunokról szól. Ugye a mai előadás két órában nagyon kevés arra, hogy végig menjünk a dolgokon, csak fölvillantani szeretnék dolgokat. Viszont a kínaiak azt mondják, hiszen ők próbálják a hunokat rokon népként beállítani, azt viszont el kell ismerniük, hogy egy medvesárkány nevezetű humágus volt az Krisztus előtti 3500-as években, aki néppé szervezte Kínát, és a teljes tudást átadta nekik. Itt a fémművességre, az agyagedény készítésre, a szövésre, a selyem készítésre is, tehát a selyem nem kínai találmány, hanem Szkita Hung magyar találmány. Ezt bizonyították amerikai tudós is, Irene Gould, aki selyemmel foglalkozik, tehát a fő területe a selyem szöveteknek a kutatása volt, és ő figyelt arra is, hogy maga a selyem hernyó az nem ázsiai, hanem eurázsiai származású, tehát Európából vitték Ázsiába. Tehát így magát a selyem készítést is. Egyébként ugye a hunoknak a kezében volt a selyem út végig, gyakorlatilag a 390-400-as évektől van nehézség, hogy a selyem út egy részét elfoglalják a kínaiak, de a nagy része az ő kezükben van, tehát a kereskedelmet is kézbe tartották a hunok, és ez óriási gazdagságot adott nekik. A kínaiaktól kapott sejmet, ugye, amit adóba kértek, azt eladták a rómaiaknak. Tehát ugye a hun sejmet nem adták el, mert az jó minőségű volt. Bármilyen forrást olvasunk, arabot, kínait, perzsát vagy rómait, az mind leírja, hogy mind a hunok, mind a magyarok szép emberek, és különleges ruhákba járnak, tehát sejember brokádba, aranyjal, ezüsttel, drága kövekkel kirakott fegyvereik, ékszereik vannak. Tehát nem egy rossz módon ér. Ennyit a sárkányról. A következő ötös, illetve négyes szint, ugye a léleknek a legfelső szintje a szarvas. Ugye úgy tartották az őseink, hogy a mi apánk a túl, tehát közvetlenül ugye isteni származást biztosítanak, az atya, az anya pedig ugye a szarvas. Tehát a furul nemzetség, ez Nimrodtól tartott az árpádházi királyokban át. Az árpádház az egy lerövidítés, árpádház soha nem használta magára. Ezt azért találták ki, hogy gyakorlatilag Árpádtól 1301-ig lehessen zárni egy korszakot, és ne kelljen a hunokhoz hozzányúlni, Attilához. Ezért mondtam, hogy nagyon fontos a népi emlékezet, mert ugye ott apáról fiúra benne volt, hogy Attila is ide tartozik, sőt Nimrod is, ugye a föld első király. Ezért volt fontos az, hogy a származást tudjuk. Ezért nem álltak szóba Genghis Khannal, mert Genghis Khan maga írja a titkos, ungolok titkos történetében, hogy az ő apja egy az ő apja egy kék farkas, ugye az majd látjuk, hogy a 12-es, tehát a legalsó, a testi szint legalsó része, és az anyja pedig egy rőtes szarvas ünő, valószínűleg egy hun uralkodónak a lányát kapta feleségül. Tehát az ő szintje egy 5-ös, 12-es, ezzel szemben egy 4. Bélája az 1-es, 5-ös volt. Tehát ugye azért egy hierarchiát ismerjük, alulról nem szoktak fölfele parancsokat delegálni, elfogadni sem. Ugye ez a hierarchia lényege.
Hát ezért van az, hogy a mongolokon nem álltak szóba az őseink, sőt, maguk a mongolok is úgy tartják, én több professzorral beszéltem mongolal, hogy nem lett volna szabad a tudó nemzetséget megtámadniuk, mert ez a mongol birodalom végét jelentette, tehát nem igaz az, hogy ők a új csatát megnyerték, hanem az egy veszteség volt, mert egyik világ nem tudták élve elfogni. Azon kívül lényegesen nagyobb volt a veszteség, mint a magyaroknak. Erről is van külön előadásom, mert azt érdemes megnézni, meghallgatni. És ami fontos, hogy a Krimit hazavitték a lótaikat. Nem csak ők mondják, hanem francia, olasz, egyéb követek, akik a Nagykán udvarában voltak, a legnagyobb temető a magyarországi hadjáratból hazahozott gondolatból van. Tehát ez a szarvas. Ugye a hatos a griff, az egy keverék lény, nem véletlen, hogy Budának a címerébe is ez van, ugye Budapest címerébe is ez van, de a régi Budában, tehát a Kunisben található Budának is ez volt a címer állata, ugye ez egy oroszlán sasnak a keveréke. A következő pedig a szárnyas ló, vagy a Pegazus, ugye a lóról nem kell beszélnünk, az európai naporoszkóban a magyar vilasfelőinek, a keletiben pedig a nyilasnak a megfelelője a ló. Hát ugye a nyilasról nem kell beszélni, hisz nyilas nép vagyunk, ugye ezen keresztül a jön be az isteni szellemiség a földre. A ló népe pedig hát egyértelmű, hogy mi, hiszen a görögök is úgy ábrázolnak minket, mint Kenta úr. Hát ugye aki félig ember, félig ló, ugye deréktól lefele ló, onnantól fölfele ember. Azt tudni, hogy a görögöknél minden tudás birtokosa a Kenta úr. Tehát a kentautól lehetett művészetet tanulni, harcművészetet, ugye zenét, tudományokat, orvos gyógyászatot, stb. Tovább menve az utolsó medve ebben a képben, ugye a medve zárja a lelki síkot a testi rész között. Ugye itt csillagképekről is szó van, tehát ha még gyorsan végigmegyek a testi szinten, aztán visszatérek ide. A 9-es szint ugye a párduc, ez a testi szint legmagasabb szintje. Ne felejtsük el, hogy a magyaroknál a 10-ezredesek, ugye ez a töménynek is hívták, ugye ez a legmagasabb katonai egység. Ezt gyakorlatilag tőlünk vette át az egész világ, a 10-es, 100-as, 1000-es, 10-es rendszert. A második világháború utánig, sőt az 50-es évekig gyakorlatilag ez a katonai beosztás is. Ugye a 10.000 egy hadosztálynak felel meg. Aztán később ez módosult, ahogy a tűzfegyverek erősebbek lettek, ugye ezt már levitték ezred zászlóhaj szintre. De gyakorlatilag azt kell mondani, hogy amióta ezt mi kitaláltuk, azóta gyakorlatilag mindenki tőlük vett át ezt a szervezési módszert. Ugye és ők pár húzbört viseltek a hátukon a tízezredesek. Azon kívül pedig a mágus-papok is és a királyok is párducbört viseltek. A párduc egy kiemelt jelentőségű lény. Erről sokat lehetne beszélni. Most ennyi elég róla. A következő a vatkan. Ugye a vatkan az a lény, akit hadistenként is tiszteltek az ősei, és ugye különleges módon vadászták. Ez annyit jelentett, hogy gyakran van leírás az Árpád-házi királyok, illetve a Dúl nemzetség szent királyánál, hogy amikor valami döntést kell hoznia, vagy nem biztos magába, akkor kimegy a Pilisbe ugye egy vadászatra, általában vadban vadászatra. Ez annyit jelent, hogy nem visz magával kísérőket. Ugye általában ekkor szoktak a gyilkosságok megtörténni, ugye vadban formájában, csak gondoljunk Szent Imrére és Zrínyi Miklósra. Ugye miért történik ez meg? Mert ahogy mondtam, nem illal vadásszák a vadban, hanem lóhától láncsával. Azt tudni, hogy a ló menekülő állat, tehát ő nem szeret közel lenni a vadkanhoz. Aki látott vadkant, az meg tudja, hogy annak az agyara gyakorlatilag képes arra, hogy felszántsa a földet. Olyat, amilyet a nehézeket traktorral nem tud felszántani. Tehát a lónak az oldalát fölhasítja, akkor ugye ezt nem szeretné a király se, hiszen a lóba az a társa. Hát szellem szinten a társa a ló. Ugye hát arról nem beszélve, hogy harci mén is. És
Ugye a láncsával való vadászat pedig annyit jelent, hogy ha nem találja el a vadkan, eltörik a láncsája, nincs még egyesége. Ugye akkor általában, ha nem ejtett el a vadkant, akkor visszatért lelki gyakorlatra, és újból vadkan vadászat volt. Ugye mivel nem vitt magával senkit, ezért fordult elő az, hogy ilyenkor történtek a király vagy főember gyilkolások. Visszatérve a 11-es a sas és a sólyom, ugye ez nem az a minőség, ami a turul, tehát ne keverjük össze a kettőt, mert azért látjuk, hogy egy sárkány minőség is, csak gondolunk a jelenések könyvére, hogy ott leírják, hogy a vörös sárkány a farkának az egyetlen csapásával lesöpli a csillagok egy harmadát. Hát ő az anyag ura, tehát az anyag fölötti hatalma megvan, mert ez léptékfejében más, mint amit az ember el tud képzelni. Ez már a szellem szintben van, nem véletlenül, hát ezen a világon túlmutat. Hát ezért mondom, hogy sassal, solyommal ne keverjük, és nem mondjuk azt a túlmulai kerecsen, még ha ugye hasonló lenne hozzá, mert nem ugyanaz. Tehát itt minőségbeli különbség van, még pedig lényeges különbség van, olyan, mintha, de nem az. Ugye sokkal nagyobb. És az utolsó a farkas ezen a szinten. Ezt azért érdemes ismerni, mert ezt minden ázsiai nép ismeri, és ugye ez szerint osztják be, hogy ki hova tartozik. Mert ugye a hierarchia az első rendű az, amikor átadom a névegyemet, megnézik, hogy ki vagyok, én is megnézem, hogy ők, és onnan eldőlt a rangsor. Onnan nincs appelláta, hogy most ha egyszer ő a főnök, akkor nekem nincs más esélye. Tehát ez ezért volt nagyon fontos. Visszatérve János Vitézre, Petőfire, ugye mindenki emlékszik a János Vitézben a Ziruska sírjáról rózsát szakít, a rózsa a mágusok világa, életre keltse a szerelmét, ugye Tündérországba kell menni, az élet tavába be kell dobni a rózsát, ugye hogy föltámadjon a koraiból ugye az Iruska. De az óriás tudjuk, hogy elviszi az óperenciás tengeren, ugye leteszi a szigeten, és három papu van, három különböző őrrel. Az első az oroszlán testisíkon, három oroszlán van, amit ugye János Vitézre győz, akkor megpihen a következő nap, amikor a másik apuhoz megy, ugye akkor medvékkel találkozik, a medvéket is legyőzi. És a harmadik próbatétel, ugye a harmadik nap, az pedig a sárkány. Ugye ott már tudjuk, hogy kinyitja a sárkány a száját, és beleugrik a szájába János Vitéz. Azért már tudok, hogy elszorítja a szét, sárkány nem lehet megölni, tehát teremtett lény nem képes megölni a sárkányt. Vegyük hozzá, mert ő az anyag ura. Hát azon se fegyver, se semmi nem fog, szellemi szinten lehet meggyőzni, tehát be Ázsiában vannak a gyönyörű gyöngyímuszok, ugye, amik ezzel foglalkoznak. Ezért is hívták a hunokat ugye a sárkány nemzetségének, de hozzátéve a kínaiak most ugye azt mondják, hogy de nem ez volt a legmagasabb rang a hunoknál, hanem az egyszarvú. És ebbe igazuk van, mert valóban az egyszarvú volt a hunoknál a legnagyobb. Ugye nálunk a túl, az a mind a kettőnknek, és aztán a páratlanok a magyarokhoz tartoztak, a párosok pedig a hunokhoz állatok. Na most, ez azért is fontos, ugye mit csinál János Vitéz, kaput vág a sárkányba, és úgy lép be a szigetre, és így tudja bedobni a rózsát ugye a tündértóba, és akkor Iruska életre kell. Az érdekessége még annak az, hogy ugye ezek csillagmesék, mert az oroszlán csillagkép legyőzéséről beszél testi szinten, utána arról beszél, hogy a nagy medve csillagkép, a kis és a nagy medve csillagképről, és aztán a sárkány csillagképről, amiket ha megnézünk, ugye ezek egymás mellett vannak. Tehát nem véletlen, hogy egy hun mágust ilyen medve sárkánynak hívtak, mert a medve és a sárkány csillagképek összerakott, akkor majdnem a legnagyobb csillagkép a létező csillagképek között. Az ne zavarja minket, hogy görög neveket adtak a csillagképeknek, mert ugye a görögök is Egyiptomból tanultak, az egyiptomiak pedig tőlünk a szkitáktól. A tudás ugyanaz, a különbség az, hogy mi nem írtuk le, ők leírták. Ugye mi azért nem írtuk le, mert a tudást nem merevítjük. Mert ha merev tudás van, az tudik, a másik az idők változnak, tehát valamilyen szinten változik a tudás is. Nem az alapjai változnak a lényege, de bizonyos dolgai változnak. Még hozzá kell tenni, hogy a Tigris-Eufrátesz tövén is találtak ugye Gilgamesz eposzban ugyanilyen leírásokat. Az érdekesség az, hogy
Petőfi és Arany, meg egy Arany tólya is ugyanezekre a szumér makar több évezres mesékre, csillagmesékre vezethető vissza. Egyik se olvashattam, mert később ásták ki, mint hogy ők megírták. Viszont ugyanígy benne volt a magyar tudatban ez a csillagmese volt, csak másképp írták le Tódi és ugye a János Vitézben. Az érdekesség az, ahogy mondtam, tehát Európában mi vagyunk az ősnép, ugye ez a Kárpát-medencére korlátozik. Az előttem az előadó ezt elég hosszan tárgyalta. Részben kiegészítem dolgok, amit ő nem mondott el, de az tökéletes, amit előadott. Azért fontos az északi rész, mert gyakorlatilag, ha megnézzük, azonos szélességen mozogtak a szkíta népek. A szkíta népek alá két nép tartozik, a hun és a magyar. Az éjfeszítő népek, akik rokon népek, azok egy szinten alatta vannak, tehát ezek a törökök, mongolok, tibetiek sorolhatnám. Ők másképp feszítik is az íjat, tehát nem szabad a szezont a fazonnal összekeverni. Ugye a magyaroknál három ujjas húzás van, ugye ez egy pártus húzás. Tehát ezt a pártusok is húnok egyébként, tehát ezért nem kell ezen csodálkozni. Ugye az avar pedig nem más, egy kitalált név, mert az avar az várhun. Tehát a hunoknak egy várépítő csapata volt, vagy népe, hogy így mondjam. Tehát tulajdonképpen nincs a hun és a magyar között más. Az avar ez egy kitaláció, a pártus is a hunokhoz tartozott. Ezt a rómaiak és a kínaiak is mondják, tehát tisztában vannak vele, sőt szövetséget próbálnak kötni Krisztus előtt 100 körül, de ez ugye nem jön nekik össze, mert a kínai követek képtelnek átkelni a hunokhoz, mindig fogságba egyiknek. Hát egyszerűen nincs kapcsolat Rómával, nem tudnak kapcsolatot fölvenni diplomáciával. Hát ezért fontos, és ugye pártus lövésnek is nevezik ezt a háromújas húzást. Ezzel szemben az ífogó népek, így a törökök, a mongolok és az összes többi, az háromújas, hüvelykújas húzást használ, teljesen más technika, és íjászgyűrűt használ. Nálunk nincs íjászgyűrű. Se kézvédő, mert ugye reflexiak vannak, és ahogy mondtam, háromújas húzást jelent. Ez azt is jelenti, hogy sokkal messzebbre tudnak lőni, mint az ellenfél, nehezebb íjakat használtak. De ez egy fontos kitétel. Ugye, az a lényeges az eurázsiai részben, hogy azonos minőség van, tehát az északi féltekén található. Ugye ezen a sztyeppei, úgynevezett sztyeppei övezeten, ami benyúlik így az Ázsiába, négy évszak van, ez nagyon fontos. Ugyanakkor a csillagképek is ugyanazok. Ugye a Nimró csillagkép majd lesz róla a következő képeken, az az egyetlen olyan csillagkép, ami mind a két féltekéről, az északiről és a déliről is látható. Nem véletlen, hogy ő a föld első királya, ugye a szkítáknak az ősatja. Ez azért is fontos, mert az első kirajzás, ugye a Kárpát-medencében, most itt évszámot ezzel kár gondolkozni, én általában az utolsó jégkorszakra lépek csak vissza, bár matek, ami nagyon jól elment 10 millió évig, el is lehet menni, tehát ez nem probléma, de nekünk bőven elég az utolsó 10 000 év. Ott ugye az a lényeg, hogy a meleg vizek uralmában folyamatos az élet, tehát nem hal ki az ember. Miért? Itt a legkeskenyebb a földréteg, tehát ahogy lejjebb megyünk egy métert, ugye a földgradiens az több mint egy fokban nő. Ez azért is fontos, mert más sugárzások érik az embert, tehát itt a növények, az állatok és az emberek második fejlődnek máshol. Ez tudományos tény. A másik dolog, hogy mivel meleg víz is van, tehát itt olyan hőháztartás volt, ami lehetővé tette, hogy az ember nem fagyott meg. Tehát folyamatos életet tudott élni. És innen történik a kirajzás. Ugye elsősorban a déli részekre történik, tehát a balkáni területekre, az Igei tengerre és a földközi tengernek a keleti medencéjébe. Ez azért fontos, mert most már egyre több tudós jön arra rá, hogy a úgynevezett krétai, minoszi meg egyéb kultúrák, azok mind szkita kultúrák. De több professzorunk is foglalkozott a görögséggel, ezek általában az 1848-as időszak előtt, ugye tudjuk, hogy 48 után, meg hát már 48 előtt is
azért Habsburgok azon voltak, hogy minél lejjebb tudják vinni a magyarok származását, hogy ne legyen már ilyen büszke nép, így a Kárpát-medencébe, aki nyugodtan mondhatja, hogy ős nép Európában, mert akinek ilyen tudata van, hát az nehéz alávetett népként használni. Ugye nem is lehet. Mondjuk a magyar ezért él túl minden legyőzőjét, ahogy így mondjam, mert ha megnézzük, mongol birodalom nincs, török birodalom nincs, ugye osztrák császárság sincs, sőt Ausztria még a mai viszonylatban is kisebb, mint Magyarország. A Szovjetunió megszűnt, Európa megszűnésben van. Ugye, mert ahova mi belépünk, az előbb-utóbb megszűnik, hanem az isteni elvek alapján működik. Ez tény egyébként, tehát ezt a Szent Koronából származtatják. A tudás, tehát nem csak a tudás népe vagyunk, hogy azt mondják, a nem ismerés az nem mentesít. Ugye ez egy jogi kifejezés. Hát nem szabad a földbe dugni a fejünket, igen, olyan fontos, hogy Isten írja a történelmet. Tehát ezekre a részekre történt a kivándorlás, majd Kis-Ázsiában a Tigris-Eufrátesz tövében lesznek majd képek, illetve az egyiptomi részekre, ugye a Nílus trégen Nyilas folyónak hívták, hát a Nyilas népről nem kell magyarázni, hogy azok kik. És aztán a Kaukázus előterébe, illetve a Kaukázusra, majd pedig a Kaukázusból történik belső ázsiai területekre, ugye a Sárga folyónak az Omega kanyarába, Ordoszba a hunoknak a betelepedése, és csak jóval később lehet az eurázsiai sztyeppén, vagy szkíta sztyeppén eljutni, hiszen a jég onnan később húzódik vissza. És az érdekesség az majd, hogy amilyen, tehát nagy tömegekbe megy délre és gyakorlatilag Ázsiába a szkíták, hunoknak és a magyaroknak a tömege, kis létszámba Európába, tehát százas létszámokba, általában mágusok és ilyen tudósok mennek ki, akik gyakorlatilag fémeket, egyéb dolgokat keresnek, illetve a tudást viszik erre a területre, de népességileg ebbe az irányba mennek, és majd látjuk, hogy amikor Ázsiába megszorulnak a kínaiaktól és az ifogó népektől, akkor ugyanebbe a vonulatba szinte nyílegyenesen jönnek vissza a Kárpát-medencébe, illetve majd a Kaukázusba. Azt is tudni kell, hogy 1236-ig három Magyarország van, ez köztudott tény, tehát ezt az európai források, Viterbói Gottfried 1180-ban leírja, három császárnak volt a papja és diplomatája, tehát egy nagy tudású ember a gótok történetében. Ugye az egyik az a Kárpát-medence, ez a legősibb, a Kaukázus, ugye ez a Kuma folyó mellett, amit régen Hunnak hívtak, csak ugye a KH, a szlávok már nem tudják ejteni, ezért lesz a Hunból Kun, a Huna-Kuma folyó lesz gyakorlatilag a Hun folyóból, és magyar városromai, magyar városromai a központja, ezt majd Timur Lenk pusztítja el 1397-ben, de gyakorlatilag az 1410-es évekig még fönnáll, azért, mert ő az aranyhódának a szövetségese, és ez okozta a túlélést, ugye a volgai Magyarország az 1236-ban elpusztul, mert az aranyhód elpusztítja, azért, mert a Kalkanmenti csata után ugye Szübeteinek és Csebének a töményét, ezek válogatott úgynevezett repülő hadosztályok voltak, tehát ők 10 000 emberrel legyőzték az örményeket, az oroszokat és az Egyesült Hun haderőt, viszont az őseink csapdába tarták őket a volgai magyarok a volgai bolgárokkal, és gyakorlatilag az történik, hogy ezek után ugye Csebe csak pár ezer emberrel tudott és Szübeteinek menekülni, Szübetei lesz majd a vezérkari főnöke Batunak, és ők úgy kezdik, hogy elpusztítják a volgai Magyarországot egy 3 éves hadjáratban. 1236-ban, és aztán pihennek még 3 évet, mert olyan veszteségeik vannak, hogy csak utána indulnak meg az oroszok ellen egy téli hadjáratban. Tehát ezt a folyamatot kell látni. A görögökre visszatérve, ugye ott megálltam, hogy voltak olyan professzorok, akik ezekkel foglalkoztak. Dr. Szilvai professzor az azt mondta, hogy minden görög szkita, de nem minden szkita görög. Tehát ez egy, arra is jelentett, hogy a görög nyelv is átvétel a mi nyelvünkből, ugye a
isteni ősnyelvből, egyébként ez mindegyiknek az alapja, tehát nem mi vettünk át a törököt, hanem törökök vettek át tőlünk. Ugye a törökök, mint ifogó név, több száz, több ezer évig voltak a hunok alatt Ázsiában. Gyakorlatilag ők akkor veszik fel a türk nevet, amikor 550-ben ugye a perzsákkal szövetkezve legyőzik a fehér hunokat, és akkor veszik fel a turk nevet, ugye a legyőzött népét, mert eddig a turkokra azt magyarokat értették. Ez a forrásokban is keveredést okoz, de például Bilbóban született Konstantin pontosan tudja, hogy a türkökre vonatkozik, és ő azt is tudta, hogy három Magyarországon. Vagy a végén lesz egy térkép Kogutvonc Manónak 1890-es iskolai atlaszában, ott még ez föl van tüntetve. Tehát elég érdekes. Ugye ez a Nimród csillagkép, ami minden részről látszik, egy kicsit most megpergetjük a képeket, ez az úgynevezett Nimród koronája, ugye ez az Iraki Múzeumban látható, még megvan. Az érdekessége az, hogy ez a kis angyal van a székelyeknek is a rabombáni kupáján ehhez hasonlóan. Most abban nem megyünk bele, hogy kókuszé, meg honnan, meg stb., mert itt mindig formákat vesznek át. Tehát a Szent Koronánál is majd látjuk, hogy az is egy hun boltozatos korona. Ugye a két testvér, ugye a Hunor és a Magor. Na most itt, hogy milyen nyelvet beszéltek, erről hülyeség beszélni, mert ugye mindenkit anya szül a világra, olyan ikret még senki nem látott, az egyik spanyolul beszél, a másik kínaiul. Tehát a hun és a magyar az ugyanazon nyelven beszélt, nyilván tájszólások vannak, de ez ugyanolyan, mint a szegedi, a matyó vagy az összes többi, és ez elsősorban azért van, mert igen nagy területekről jöttek vissza, de ezek érthető nyelvek. Ugye akkor még nem menjünk Dél-Amerikában meg ezekre a részekre, ahol szintén beszélik a magyart, csak a nyelvújítás előtti magyar szavakat értik, mert az egy és egy az ugyanaz a nyelvújítás utáni szavakat magyarázni kell nekik, mert nem értik. Nyilván nem voltak benne. Ugye tehát ez a két testvér fogalma. Ugye ez ahogy az életben, úgy a halálba is, tehát egymás mellé temetik őket. Ugye a szkitáknak nem voltak törvények, vagy leírják, hanem a szívükben volt a törvény. Hát, itt még majd lesz kép, de akkor még visszatérek, tehát azt kell tudni, hogy a magyarok voltak a mágus papi nép, ugye létszámban lényegesen kevesebben voltak, és a harcos volt a hunok. Tehát azt lehet mondani, hogy létszámban egy a hétben voltunk, hogy így nagyjából el tudjuk képzelni. Vannak kínai népszámlálási adatok Krisztus előtti időkből, 71 millió kínait vettek akkor, amikor durván 56 millió hun és egy ilyen 7-8 millió magyar volt azon a területen. A Kárpát-medencében mindig maradtak hunok és magyarok, általában a felvidéki részen. Tehát a felvidék az egy olyan terület volt, amit soha nem foglalt el ellenség. Nem véletlenül vannak ugye a csőrszárok, ördökárok, tehát ez mindezeket a részeket, illetve az erdélyi részeket védi. Most csak, hogy lássunk nagyon röviden ugye a kőkorszaki kultúrákat, itt ugye különböző néven jelölik őket, aminek fontos a vincsai és a tordos kultúra, de a dnyeperi is ide tartozik, illetve hát a Kárpát-medencében is látható, hogy az egyik legrégebbi kultúra van. Ha tovább lépünk, akkor itt már látszik a lengyel Tisza, ugye vincsa és a kukuteni kultúra. Ugye itt egy kicsit csak annyiban egészítem ki a dolgokat, hogy az avason találtak ilyet, amiről beszélt a Matek Kamis, hogy 70 ezer éves hőkezelt kovakőeszközök és szerszámok, és nagy mennyiségben. Tehát ez nem azt jelenti, hogy egy-két ember kóborolt a Kárpát-medencébe, hanem tömegek. Ugye ma bárhol autópályát ásnak, a probléma az, hogy olyan mennyiségű sír és lelet kerül, hogy elképzelni nem tudják. Csak a Attila hídnak itt van a Megyeri híd, amit ástak. Annak a budai hídfőjénél, tehát a Dunának ugye a jobb partján lévő hídfőnél több ezer fős temetők egyik a másikon, tehát rétegelt temetők vannak, ami ugyanígy a kőkorszaktól bronzkorszakon át folyamatos jelenlét, és nem kis létszámú, hanem ezek városokban élő népek, tehát nem nomádok. A hunok és a magyarok sem voltak soha nomádok, az egy másik dolog, hogy ugye télen városokba éltek, nyáron pedig kimentek a természetbe, és ugye jurtába laktak. De nyilván az állattartással ez összefüggött. Na de kérdezem én, egy magyar paraszt a dédapámnál is úgy volt, hogy
egyszerre volt földműves, de állatot is tartott, mert lova tehene volt, ugye azt számolták, hogy mennyi van, a birkát nem számolták, mert az lényegtelen volt, és a lábas jószágot sem számolták, mert az annyi volt. De földművelés nem lehet, ugye húzóerő nélkül nem lehet szántani, ugye ökörrel szántottak, kell a szekér, majd a kocsiról is látjuk, hogy az is a Kárpát-medencéből indul útjára, amire fölrakom a termékeket. Na most, ha valaki nem vándorló, hanem helyezkötött, minek neki a szekér? Egy vándorló, vándor életmódot élő, az a termést betakarítja, a szekér kell, illetve egyéb dolgokat behoz. Trágya nélkül nincs földművelés, tehát ezt is látni kell. Hát aki ezt szétválasztja, az tudatosan hülyeséget mond, vagy nem ért hozzá. Mert ezért volt a magyar parasztnál is állatra szükség van, mert a földművelés elképzelhetetlen anélkül. Ez majd jön. Ugye, ami nekünk még itt érdekes, hogy 40 és a subajuk, amit beszéltünk, ugye ez Gáboriné Csankvera tárta föl, 40-től 200 ezer évesig találnak kisméretű 3-5 centis gondosan kiművelt eszközöket. Ami még nekünk érdekes, hogy a tatai telepen 1000 szerszám került elő, hasonlók a vértesszőlősihez, Sütőn, Tokodon úgy szintén, tehát ezek is több tízezer éves szerszámok, nem kis mennyiségben. Ugye Érden egy 50 ezer évnél idősebb, 7 tonna hús tárolására alkalmas jégvermet találtak, ráadásul több comb volt, mint egyéb rész, tehát azt is jelentette, hogy már eleve szelektálva volt, hogy milyen részeket gyűjtenek föl. Tehát nem csak egyszer onda hordták a leölt állatokat, hanem feldolgozták az állatokat, és úgy tartották a verembe. Most azért gondoljuk el, hogy az nem semmi népességet jelöl ezen területen, hogyha ilyen dolgokat kell előállítani. Ugye, és ez 50 ezer évvel ezelőtt. Akkor a Dárda és Nyílhegyek, ugye a 30-40 ezer évesek a Kárpát-medencében, és ugye ez a Balla-barlangban találták, 12 ezer éves csontváz mellett. Na most, ami még fontos, hogy igen, 30 ezer éves a Bodrogkeresztúri település, 20 ezer éves a kapát találtak a Ságváron a Lukasdombon, ugye ezt Gábor Miklós találta, tehát a földművelés is ide köthető. 10 ezer éves a Villányi, a Madarasi és a Szegedi őrhalom, 12 ezer éves pedig Dunaföldváron, ugye ezek mindezek a halmok ugye településekre vonatkoznak, tehát nem csak a temetkezésnél használtak halmot, hanem ugye Trója is ilyen több rétegű halom alatt volt, tehát ezek a városok is a Kárpát-medencén egymásra épültek, mert mindig az volt a szokás, hogy még aki bejött nép, az is oda telepedett, ahol már az előző népesség volt. Hát egy elpusztult faluról építettek rá, vagy egy elhagyott részre, mert azok biztosan tudták, hogy mi oda építették a települést. A másik a lovas, ugye ez még azért érdekes, mert ott ez Veszprém megyében van, 11 ezer éves festékbányát találtak, ahol vörös festéket bányáztak, mégpedig olyan szinten, hogy kereskedelmi szinten. Hát ugye ezt azért ki lehetett mutatni, hogy nem csak a Kárpát-medencében, hanem a Kárpát-medencén kívül is a vörös festék az egy kurens termék volt. Ugye ilyen az egyenes szárú foglya is, vagy forugla, amit ugye a Dunántúlon használtak, és itt még látható a készítés módja is. Tehát azt kell mondani, hogy egy 70 ezer éves foglya, az még a Dunántúlon az 1800-as évek végén, még ugyanígy, 1900-as évek elején még ugyanígy készítették, és ugye a népnek megvolt ez a tudása apáról fiúra. Ugye ez a Willendorfi Vénusz, ugye másik alakból, ez most nem ugrik be, de ez a Balkán, illetve az Alduna környékén található. Ami érdekes, hogy a Kárpát-medencében van a Mátrai, Kőrösi, Tordosi, Vincse és a Kuputeni kultúra, ezek 8000 év körülre teszik, de ezek mind régebbiek. Tehát ez alsó hangon 8000 éves kultúra.
Ugye ami fontos, és itt ha tovább lépünk, ugye ez a tordosi kultúrából egy kis agyagfigura, és Torma Zsófia az, aki mint első régésznő az 1800-as évek 70-es éveiben ugye ezt a kultúrát kiásta. Az ót melletti kultúra is olyan volt, hogy emeletes házak, utcaszerkezet, csatornázva és fürdőszobával. És ezek régebbiek, mint a Tigris-Eufrátesz tövén talált dolgok. Hát nem a Tigris-Eufrátesz tövéről hozták fel a kultúrát a Kárpát-medencében, pont fordította az irány, innen ment oda. Ugye ennek az egyik a tatárlaki koronga az ilyen leletanyag, amire nem tudják azt mondani, hogy onnan került föl kereskedelemből, mert a környékből bányászott agyagból van égetve. Tehát ma már áll a tudomány, meg tudja nézni, hogy hogy készült ez az anyag, miből készült. Ugye ezért érdekes az arany is, mert nálunk mondták azt, hogy rabjó hadjáratokban aranyat zsákmányoltunk, és abból verték a pénzt. Nem igaz? A Nemzeti Múzeum éremtani vezetője, aztán később igazgatója és dr. Geda István, az kikutatta, hogy az összes aranypénzt azt a magyarok vagy mosott aranyból, vagy bányászott aranyból készítették. Ugye a mosott arany a Duna, a Vág és a felvidékről lelő folyókból mosták az aranyat, ma is lehetne. A másik, a bányászott pedig a felvidéki és az erdélyi bányák aranyából készült. Tehát egyáltalán nem olvasztottak be semmit, hanem bányászatból készült, és ez azt is jelenti, hogy saját bányászatuk volt. Tehát itt nem kellett németnek behoznia, vagy csehnek a bányászati tudás, mert ez megvolt. Ugye ez a 7300 éves kökénydombi írás, ami nyugodtan mondhatjuk, hogy rovásírásnak, illetve jelképírásnak, vagy ékírásnak a keveréke. Majd látjuk, hogy a rovásírás is ilyen. Tehát az írás is innen vonul le abba az irányba. Ugye ez egy kínai pénz, ez az érdekes, ez egy fémpénz. Amíg a kínaiak nem írtak papírra és selyemre, addig fémre, vagy kőbe, vagy fába róttak, addig ők is rovásíráshoz hasonló jeleket használtak. Ugye ezt mindenki ismeri, a egyenlő szálú kereszt, az az M betű. Ugye itt az I betű, itt az S betűnk, és gyakorlatilag ezt követően alakulnak ki a kínai írásjegyek, a kaligrafikus írás, akkor fölmennek 3-4 ezer jelre, ma már ugye a 30-40 ezres jelnél tartanak. Ugye ez az ismert rovásírás, ez is megérne egy külön előadást, tehát ezek a betűk, ezek nem vetően vannak így megalkotva, hogy megvannak, sőt nem betűk, mert jelképek. Tehát itt ugyanígy ábrázolják az eredetű. Az F betűt, hogy nem körbe, hanem egy ilyen vonásba, de ezt mindig körbe ábrázolják. Ugye erről külön lehetne beszélni. Az összes városunk és templomunk az kör alakú volt. Tehát ugye ez a védettséget jelöli, a körben a pont a nap, ugye a kereszt, meg majd látjuk a koronája, nem csak az égtájokat jelöli, ugye, hanem az utak találkozása is, az etruszk városok is erre épültek föl, és a hun városok is. Most még egy érdekesség, ugye épített táj, ez pomász felől van lefényképezve, itt van a harcos feje, a nyaka, ugye a melle, a combja, bocsánat, a hasa, a combja, a térde, és itt van a talpa Szentendrénél. Hát az egész Kárpát-medence egy épített táj, ez azért érdekes, mert ez vulkánikus egység. Hát ugye annak lerobbant dolgai vannak, nincsenek így, ilyen, így általában egy mészkőhegység néz ki. A Pilisben a Dera patak a választóvonal, tehát attól északra vulkánikus, attól északra pedig ugye mészkőgrók vannak. Aki járt Csobánkán, az látja, hogy a Csobánkai hegy, az egy mészkőhegy, de úgy van megforagva, majdnem mint egy piramis gyakorlatilag. Ez egy Miskolc mellett találták, ez egy körtemplom. Az alapja, amire ráépítettek a bencések egy kolostort, és ugye a körtemplomot használták szentének, tehát abból alakították ki a szentéket, számtalan ilyen van. Na most érdekességképpen, ugye ezek a nem erdélyem, ez a viszokói piramisok, amik most kerültek elő a bosnyákoknál.
itt ugye a vízszerre lépünk, akkor látunk ilyet, hogy kukuteni kultúra, vagy kukutyin, ugye a magyar ezt így ismeri. Van az a mondás, hogy megyek kukutyinba zabot hegyezni. Hát ez nem az a csáki szalmája, hogy ugye hagyta, hogy vízbe van, aztán gyakorlatilag csónakról adták. Ugye a mágus mondta, hogy hova megy, kérdezték tőle, hogy megy kukutyinba zabot hegyezni, ugye a zab az egy naperő, tehát gyakorlatilag az istenekkel beszélgetni. Most a kukutyin neve ennek a területnek, ugye a régi neve ez volt, és itt a besenyőknek voltak ezek a területei. És a besenyőkről tudni kell, hogy semmilyen ellentét nem volt velünk, tehát ez a másik legnagyobb csúsztatás. Ugye Attilának a felesége Réka szintén besenyő volt. Hát már onnantól számítva a két nép rokon, de a besenyőknek az itt a feladat, hogy mágusokat őrizték. Ahol besenyő települések voltak, ott mindig voltak mágusok, mert besenyők alkották a testőrségét. De Szent Istvánnak a nagyanyja is besenyő volt. Hát ezt a tonyzobát is felejtsük el, mert ott csak annyi történt, hogy élve eltemették, illetve hát szakrális öngyilkosságot követett el, mert olyan idős volt már, hogy a fia nem tudott az örökébe lépni. És ugye amíg nem hal meg, gyakorlatilag Álmosnál is ez volt, addig kettős vezetés van, ugye mert Árpádot nem fogadják el, ráadásul Álmosnak, akivel együtt kerültek a hatalomba, élnek a vezető emberi, akik mind idősebbek, ugye, mint Árpád. Ezért volt az, hogyha leköszönt egy uralkodó, akkor az összes főemberek köszönt le vele, mert az új uralkodó hozta a saját embereit. A régi emberek kettőt tehettek, vagy követték az urukat a halálba, tehát nem akartak tovább élni, vagy bevonultak a kolostorba. Magyarul kivonultak a politikai életből, hogy így mondjam, szellemi életen maradtak, tanácsot adtak, de nem vettek részt benne. Ugye ezért van az, hogy, és ezért érthetetlen, hogy Tonuzobának a fia úrkun vagy őrkény, hát ő a Szent Imre után a testőrség parancsnoka. Most a magyar királyi testőrség parancsnoka az vagy túlvér lehet, ugye Szent Imre volt, de tudjuk, hogy őt a bajorok meggyilkolták egy vadászaton. Tehát, bocsánat, nem a bajorok, a szászok. Mert ők akartak ugye bajor királyok lenni, én Istvánnak volt, Imrének lett volna erre joga a bajor édesanyján keresztül, és ugye ezért ölték meg. Gyakorlatilag utána Úrkund őrkény lett a testőrség parancsnoka, tehát Szent Istvánra, hogy így mondjam, az általa kivégzett Tonuzobának a fia vigyázott. Hát ha megölte volna az apját meg az anyját, kérdezem én, hogy meddig élt volna Szent István. Hát sem eddig. Tehát ezek a csúsztatások. Ugye most itt nem megyünk bele a dolgokba, mert annyi időm nincs, és szeretnék azért lényegesebb dolgokat is mondani, de ez a kukutyin ez hozzánk köthető. Ugye hála Istennek ez a bosnyák nem régész, ugye ettől is ki vannak bukva, hogy nem régész valaki, és ilyeneket az Oszamovics ugye ilyeneket talál. Hát ugyanez volt Slimannál is, ugye ő sem volt régész, mégis megtalált a fóját. Tehát ezt általában a régész csapat nem szereti. Egy előnye volt, hogy ugye mivel ő Mohamedán azért az összes piramissal foglalkozott, akik Egyiptomban meg ezeket beleten élnek, szintén Mohamedánok, ugye és az oroszoknál is rengeteg Mohamedán van, meghívták egy konferenciára. És itt ezt nálam nem nagyon publikálták, tőlünk is voltak lent ezen magyarok, ugye elsősorban rovásírással foglalkozók, mert rovásírásokat találtak az öt piramis belsejébe, a Szakács Gábor Fidlikára. Azt tudták mondani, hogy ezek régebbi piramisok, mint a gízaiak. Na most azt is tudni, hogy azok sem akkor készültek, amikor. Hát nagy valószínűséggel azt még az atlantisziak építették Krisztus előtt 10.000 körül át, ugye mert a Sphinx vízbe volt. Tehát ezeket már visszafele vissza tudták ugye a mai technikával vinni, hogy akkor egy vizesebb időszak volt, és gyakorlatilag Krisztus előtt 10.000-re teszik, hogy az akkor állt, ez ennél régebbi piramis. És akkor még nem beszéltünk a Kínában lévő 150 piramisról, amiről nem beszélnek a kínaiak se. Ugye az meg még gyakorlatilag a mui kultúrának a piramisai. Ugye itt lehet látni, hogy bontják le róla a földet. Itt a kövezése.
ez pedig a bejárat ugye a belsejében, ez majdnem olyan, mint a hódvilágárok, aki volt ott. És belül pedig ilyen jelek vannak, nem tudom, hogy mi, de ez biztos, hogy S betű, ez a C betű, a celőke, ez szintén, ez pedig a P betű. Tehát ez is hozzánk köthető. Ez érdekessége, ugye ez az úri cikurát, ugye ezt tartották ugye a Nimrod tornyának, ez 90 méterszer 90 méter az alapja és 90 méter magas, egy 7 szintes épület, ugye ennek mindnek szakralitása van, hiszen a legfelsőbb szinten a nap van, ugye utána a hold, aztán a vörös a Mars, a kék a Merkur, az aranysárga, tehát nem napsárga, hanem aranysárga a Jupiter, a fehér a Vénusz és a fekete a Szaturnusz. Azt lehet tudni, hogy az első szint, az 33 méter magas, ugye a szaturnuszi szint. Most ugye az asztrológiában a holdat és a napot is bolygónak tekintik, ugye mert a Földről nézzük az eseményeket, és ugye egyébként 5 bolygó van, ennek megvannak a szumér megfelelői. Itt hozzá kell tenni, hogy csak velünk olvastatják szumérnak, ez ugyanaz, mint a Buddha történet, az Buda. Tehát mindenki Budának mondja, mi Budhának mondjuk, hogy ugye már legyünk annyira buták, hogy ne vegyük észre, hogy ez Buda. Az pedig egy minőség, ugye egy szellemi megvilágosodás, egy utat mutat meg, hogy hogy lehet egy élet alatt eljutni a tökéletesedésbe. Azon kívül ne vehetjük el, hogy maga Buda is szkíta volt, ugye a szkíták szentje, és hát ugye király, harcos király volt, és a királyságát hagyta ott, feleségét, gyerekét, hogy ugye az utat megtalálja. Az is érdekes, hogy erről mondja Attila, hogy Budának a gondolkövére építette Buda a városát. Ugye, amit Budának neveztek. Most azt se kell elhinni, Budát nem Attila ölte meg, tehát ezt felejtsük el. Buda önállóan 10 évig uralkodott, és őt a bizánciak, tehát a kelet-rómaiak tették el láb alól. Tehát ez köztudomású tény. Attilának semmi beleszólása ebben nem volt. Csak ugye mindenki magából indul ki. A nyugatiaknál lesz szokás, tehát a gyengébb testvér az megöli az erősebbet. Nálunk ez fordítva működött. Attila Buda az gyönyörűen együttműködött, mikor Buda volt a nagy király, ahogy ő meghalt, akkor az követően Attila lett. Ugyanazt folytatta, amit a bátyja folytatott. Na most visszatérve ide, itt olyan a szuméroknál a sumért olvastatják velünk, de ez több szumérológus, René Labat volt az egyik ilyen, aki a Sorbonon ugye fölírt ékjeleket, és először értelmeztette, hogy ezt minek olvassuk a hallgatósággal. Fölírt egy csomót. Utána, amikor mindenki megegyezett abba, hogy ezzel egyetértenek az olvasásával, kivette belőle az, amit szumérnak olvastak, és azt mondta, hogy ezt Maghar-nak kell olvasni. Ugye a Maghar és a magyar az már nagyon közel van egymáshoz, és ez a tudás népe. Na most azt nem kell hozzátenni, hogy ezeket a csillagvizsgálókat azért építették ilyen magasra, mert egy síkvidéki területen nem lehet másképp a csillagokhoz kerülni. Ugye nálunk itt a Kárpát-medencében nem volt szükség, mert erre megvoltak a hegyek, még akár a Pilisbe is, mint a mágusok mindig hegytetőre minél közelebb építettek az Istenhez templomokat. Ahol nem volt, ott viszont halmokat emeltek, tehát ugye a kunhalmoknak is vannak ilyen céljai, hogy nem csak halottat tartottak benne, hanem ugye jó kilátópontok voltak különböző megfigyelésekre. Hát erre meg pláne jó volt a szikurát. Na most itt olyan tudás van, ugye, hogy nem csak az 5 bolygó, illetve a 7 bolygó ismerete, hiszen tudjuk, hogy a Neptunuszt, az Uránuszt és a Plutót a Szívóval később fedezték föl, viszont az ő tudásukban 12 bolygót tartottak számon. Ma tartotta a csillagászvilág, hogy gyakorlatilag a szondáknak a kiküldésével, tehát nem is teleszkópokkal, a szondák kiküldésével képesek dolgokat látni, amit érdekes módon ők mindenféle eszköz nélkül láttak.
Tehát ők 12 bolygóról beszéltek annak idején. És ugye beszélnek egy harmadikról, amit vitatnak a mai tudósok, illetve hát eléggé megosztott a történet, ez a 13. bolygónak is nevezhetnénk, ez a bizonyos Nibiru vagy Pardus bolygó, ami ellentétesen mozog a naprendszerrel, tehát nem úgy, ahogy az összes többi 12 bolygó, hanem azzal ellentétesen. Állítólag a Mars kutatás is nem a Marsra törekszik, hanem az oroszok és az amerikaiak versenyeznek azon, hogy ki tud előbb leszállni a Nibirura. Ugye ezen folyik a verseny, tehát nem Marsra szállásra terveznek, hanem állítólag a közeljövőben lesz egy olyan állás, hogy a Nibiru olyan közel lesz, hogy elérhetik ilyen mesterséges szondákkal. De ez a tudás, ez megvolt neki. Kérdés, hogy honnan? Biztos nem 10 000 év alatt szedték össze. Na most a másik érdekessége, ugye ezek az egyiptomi piramisok, tehát azt a hármat hagyjuk ki, amiről beszélünk. Ha kihagyjuk a gízai piramisokat, és azt mondjuk, hogy nem az egyiptomiak építették, akkor maradnak a szakkarai piramisok, ugye a úgynevezett lépcsős piramisok, amit a 4. dinasztiában a Huni fáreó épített, illetve az ő fiai. Az érdekessége az, hogy a Huni fáreó, hát ugye itt vissza kell térni egy Magyarországon ismert családra, a Széchenyi családra. Széchenyi Gusztáv Bécsben él, mezőgazdasági egyetemet végzett Mosonmagyaróváron, még a magyar király időben, aztán a második világháború utáni Bécsben maradt és a burgundi birtokait kezelte. Ismertem, személyes jó barátságban voltunk, és ő mesélt a Széchenyi család eredetéről. Ez hosszú lenne, de azért kell megemlíteni, mert ők Tigris-Eufrátesz tövéből, pontosabban a Kárpát-medencéből mentek le a Tigris-Eufrátesz tövébe. Ott kisvárosának voltak a papkirályai, és aztán 2000, hogy is, a 4. dinasztia idejében, tehát ilyen 2900 körül jöttek át Egyiptomba, és a 3. dinasztia utolsó uralkodójának csak leánya volt. Azt vette el a Huni fáraó néven, először persze a fáraónak a vezére volt, tehát a katonai parancsnoka, majd a fáraó halála után ugye elvette a lányát, és Huni fáraó néven ő lett fáraó. Ekkor építették a lépcsős piramisokat, ennek az építési tudását az gyakorlatilag ugye a Tigris-Eufrátesz tövére hozta. Ezek is 7 lépcsős piramisok, de ezt később aztán átépítették, föltöltötték, és az unokája az már gyakorlatilag kialakította ilyen piramisra, lefette szintén mészkőlapokkal, mint ahogy a gizai piramis le volt fedve. Aztán, amikor a hikszoszok kimentek Egyiptomból, tehát ez a gyakorlatilag 600 évvel később, a 4. dinasztiához viszonyítva, ez már az 1500-as éve Krisztus előtt, akkor Palesztinán, Kis-Ázsián keresztül visszajönnek a Kárpát-medencébe, és Sak néven élnek, ugye ezenek a német elrondítása a Zács név, és ez az a bizonyos Zács Feníciának így Károly Robert ellen merényletet követel. Ugye ennek az a vége, hogy ugye őt megölik, és az egész nemzetségét kiírtják, tehát mindenkit szó szerint, ugye Zács Klára megcsonkítása, stb. Egyetlen egy fiúgyereket tudnak elmenteni, ezt Széchenyben rejtik. Széchenyi és a Nógrád volt a Zácsoknak a központja, tehát a Kárpát-medencébe, és ez a fiú veszi fel a Széchenyi nevet, tehát a birtok központról, és így alakul a Széchenyi név. Azért érdemes megnézni a címerüket, mert hármas halmon kettős kereszt van, az a Tigris-Eufrátesz tövén ugyanez jelenti az országot és az uralkodót. Ugye és a másik, mert ez egy négyes címerpajzs, ugye az egyes hármasban van a kettős kereszt és a hármas halom, a kettes négyesben pedig egy hármas halomról felszálló sólyom vagy turulmadár van, ami a nap felé száll, az pedig azt jelenti, hogy Egyiptomban az ónpapságnak is ők voltak a vezetői. A fáraóról tudjuk, hogy nem csak
a politikai hatalom és a katonai volt a kezében, hanem a papi hatalom is. Hát ugyanúgy a szkitáknál is, tehát a hunoknál is, a magyaroknál is minden egy kézben volt. Hát ez csak érdekességenként mondom, de nem csak ő van így, hanem így van a Rákóczi család, a Bercsényi család, a Barkóczi család, a Sarkóczi. Ezek mind Egyiptomból, illetve Tigris-Eufrátesz tövére jöttek vissza, mind a címereikből látható. Ez azért érdekes, mert ugye a királyon kívül nem hordhatna a címerébe senki hármas halmot, kettős keresztet, csak olyan hordhat, aki előbb szerezte ezt meg, vagy ugyanaz a vér. Ugye, és ő megtehette, hiszen kisváros papkirálya volt, utána pedig Egyiptom fáró. Hát nagyon érdekes összefüggések vannak ilyen tekintetben. Ugye ezek a gizai piramisok. Ezek már maja, illetve hát szintén a törk piramis, illetve a húni fáraónak, a lépcsős piramisának az átépítése. Ez a koronán a piramisnak a jelzése. Ugye itt fontos a fém megmunkálás, tehát a Kárpát-medence és a Kaukázus töve a két fém megmunkálás központja. Ne felejtsük, hogy a Kaukázusban is az őseink vannak. Ugye a Kaukázusnak ez a területe, ezt úgy hívják a mai napig, még orosz térképen is, hogy Zícsia. Most a cárnak a festője az ugye Zícsi volt, amikor befejezte a cárnál a udvari működését, akkor az volt a kérése, hogy a Kaukázusban mehessen, és ott kutathasson. Hát Zicsit is szintén szerencsém volt ismerni Ausztriából, ezt ő mesélte így. Nem véletlenül a Zicsieknek a címeréből ugye szarvas van, és a leggazdagabb család volt a Zicsi család. Ugye az járt a nemesség között, ha nem megy jól, tehát elszegényedett a família, akkor vegyél le egy Zicsi lányt, és gyakorlatilag megoldódnak a problémák. Tehát, ugye ő ott folytatta a Zicsi a kutatásait, nem véletlenül. De azért fontos ez az arany megjelölés, mert a világ legjobb aranya a Kárpát-medencében van. Ugye ez sárga arany, a dél-afrikai a zöld arany, tehát nem olyan jó minőségű, amilyen ez. Már azt is ki tudták mutatni a régészek, hogy mind a Tigris-Eufrátesz tövén az aranykincsek nagy része bányászott erdélyi arany, tehát nem helyi aranyból van. És amikor a semiták elfoglalják ezeket a területeket, akkor eltűnik az arany is. Ugye a Hammurabi nem véletlenül fémoszlopot tud meg, kőoszlopokat feltenni, nincs arany. Ugyanez a fáraók aranyára is igaz, a fáraók aranya is a Kárpát-medencéből származik. Ugye ez megint a fémművesség alakulása, tehát azért elég jól látható, hogy a sárga központ az a 4000-es, tehát az Erdély és az Erdény ilyen túli területek kapcsolódnak ide, és aztán kerül északra. Ez a keréknek a kialakulási formáját, nézzük meg a Kárpát-medencébe, milyen sűrűn van. És ugye ez a Buda-Kalászi kocsi, amit találtak, ez 3000 éves Európában a legrégebbi kocsikerek, de lehet, és ugye kerekes, még a tömőkerekű akkor is. Ez egy érdekes dolog, egy szumér vagy makar vitorlás evező hajó ábrázol, egy agyagedény fenekén, amit N. Vlasza, egy orosz régész talált, a kolozsvári Szent Mihály templom falától 30 méterre, Krisztus előtt 2600-2008-ra teszik. Azt kell tudni, hogy megkülönböztetnek a makar kultúránál és a Tigris-Eufrátesz tövénél két korszakot, az özönvíz előtt itt és az özönvíz után itt, tehát ugye az özönvíz az létezett. Maga a úrvárosába szereznek erről tudomást, ugye Ábrahámék, hogyha innen veszik a történetet, tehát ezt nem ők találták ki, hanem átvették. És az az érdekessége, hogy ugye a Kárpát-medencében régebbi kultúrák vannak, tehát innen ment oda le ez a tudás. Még a vitorláshajó is ezen a szinten megvan. Ugye itt is mutatják, hogy ebből az irányból jönnek be, ez az indiai vonal, a Harappó meg a többi ilyen szintén magas városi kultúrával rendelkező rész, de az is a szkítáknak a területe volt, hiszen a szkíták indiai részekre is rámentek, Észak-India és Közép-India is az ő kezükbe volt.
Hát itt csak, hogy lássuk, hogy alul az állattenyésztők, ugye utána a földműves, tehát hogy milyen rétegződés volt, aztán a kézművesek, ugye itt a kézműves az anyagot átszellemíti, tehát itt ez volt a döntő dolog. És aztán itt húzhatunk egy vonalat, mert ez nem átjárható, és akkor a felső két réteg volt a katonaság, a papság, illetve a királyok, illetve az Isten király. Tehát ez volt a rendszer. Egyébként Indiában is egyetlen kaszt járható át, ugye a harcos kaszt átléphet a papi kasztba, az összes többi átjárhatatlan, és aki megtenné, az ugye a halálfia. Hát ott azért nagyon vigyáztak arra, hogy ne keveredjenek ilyen szinten. Ezt is azért engedték meg, mert a védáknak az írása is, ugye ez kita írások, tehát ez a kultúrtól is ide tartozik. Ugye a Szent Koronáról, amiről beszéltem, hogy a körbeírt kereszt. Most ez azért fontos, mert a városokat is így építették. Az etruszk városoknál maradtak meg a legjobban a leírások, ugye azok viszonylag a legközelebb vannak. Ugye azt írják le, hogy maga a király fehér ökrökkel szántja föl a városnak a határát, ugye kör alapba, ahol kapuhoz ér, ugye a négy égtáj felé van kapu, ott megemeli az etét, majd ahol a kapu véget ér, ott újból szánt, ugye itt falat tesznek, azért zárt a dolog, mert a kapu fölött is fal van, csak így ott az anyaföldet nem sérti. A bejövő utak észak-dél, illetve kelet-nyugat irányúak, és a központ ez egy négyzet, ugye egy tér, ahol kör alapú templom van, mind az etruszkoknál. Ugye az a szokás is megvan, a körülakú templomba fekete oszlop van, ahol a nemzetségek beverik az arany szögeiket, amelyeken mindeniken rajta van a rovás, a nemzetségnek a tagmája, a jele. Ugye, és akkor mindenki tudja, hogy a városhoz kik tartoznak. A templomok nem voltak zárva éjjel-nappal nyitva oldal, tehát bement valaki, meg tudta keresni a rokonait. Ugye a másik ilyen, hogy kút is van a kereszteződésnél, azt egy négyszögletes kővel zárták le, mert ugye az alvilágot jelképezte, azt egy évben három napra nyitották föl, amikor azt akarták, hogy az alvilág és a felvilág összeérjen, ugye ez év végén van, és aztán zárták vissza. Ugyanez van a hun városoknál is, aki volt Bécsbe, az ugyanezt láthatja, mert Bécs az hun város, ugye avarok építették, mondtam, hogy ők pár építő hunok, ugye Baján Kagánnak három fia volt, Bécs, Pécs és Décs. Mind a három várost épített, ugye nyugaton épített Bécs, lent délen Pécs, és keleten ugye ez Décs, vagy Dés ma, ugye ez a Párciumban van, Kolozsvártól nem messze Párciumi területen, mert a három fiú között így osztotta föl a birodalmat az apjuk. Ezek is kör alakú városok voltak templommal, tehát Bécsben is tudják, hogy hol van a zavar és a hun templom. Sőt, mi is tudhatjuk, mert aki elmegy a Stefán domhoz, ugye van egy ilyen utca, hogy Stokám Eisen, ugye egy fa van üveg alatt bezárva, hogy ne lehessen hozzányúlni, amiben ugye azt mondták, hogy mesteremberek verték a szögeiket. De ez az életfa jelölés volt az őseinknél, és nem kerek templom volt, hanem megengedélyezett volt a lóhere, ugye a három levelű lóhere templom, ilyen a Kárpát-medencében rengeteg van. Ez pedig a metró építésnél a fa, az életfa, amit ugye üveg alá tettek, és a Stefánzon között található meg, a térre van kirajzolva. Mária Magdolna templomnak hívják, ez egy külön érdekesség. Ugye ez volt a város központban a templom. Most a fa az azért kellett, mert a hunoknál is az volt, hogyha elment az illető a városból, akkor kiúszta a templomból a szögét, ugye, amin a jele volt, és beleverte ebbe a fába, vagyis hogy nincs otthon, és elment. Ha visszajött, kiúszta a fából a szögét, bement és beverte a templomba, tehát hogy visszatért el a területre. Ha bárki jött a városba, nem kellett senkit megkérdezni, mert oda ment ez a fához, megnézték, kinek van benne a szöge. Olyan volt, akit ő keresett és benne volt, akkor mehetett tovább. Ha nem, akkor még kontrollálta, hogy bement a templomba és megnézte, hogy ott fönt van-e, vagy kihalt-e a család, mert ugye jelölték azt is, hogy kihalt a nemzetség, de az ritkán volt.
Tehát ilyen praktikus, mondom, hogy hirdető oszlop dolgai voltak, és ez mind az etruszkoknál, mind pedig a szkítáknál, hunmagyaroknál megtalálható. Ugye ez az ordoszi hun korona, ez szintén boltozatos, itt még visszatérnék annyira, hogy az összes hun királynak ez a boltozatos pántos zárt koronája van, csüngőkkel. Ezt onnan lehet tudni, hogy ugye Ordoszban mindig átmentek a hun királyok, hiszen egyben papok is voltak, és a sárkányfalnál mutattak be áldozatot. Ugye át kellett kelni a Góbin, tehát az nem volt egyszerű történet, és különböző sziklatemplomokban megmaradtak a rajzokon a hun királyok, mindegyik ezzel a csüngős zárt koronával van ábrázolva. Tehát ugyanez a forma, ugye a magyar korona is ilyen. Ez a hunoknak az egyik korona, amit Ordoszba találtak, ez bőrsüvegen volt az elmálott, ilyen négy egymásba fordított szív, a négy égtájat is jelöli, és fölötte van a turul madár, ugye a szárnya, a farka és a feje mozog, tehát keresztet formál ugyanúgy, mint ahogy a koronán. Alul van a ló, ugye ezt mondtuk, hogy ez a magyar, ugye az európai horoszkópban a nyilas, itt pedig ugye a hun horoszkópban lóként jelenik meg, vele szemben a testvére, ugye a kos, a harcos, ez a hunoknak a jelképe, fölötte a sárkány, ugye amiről beszéltünk, a hunoknak az egyik kiemelt állata, és a fölött sárkány nemzetségnek is hívták a hunokat, tehát Attila őseit, illetve a turul nemzetség. Hát ez a 12 város, ugye, ami az etruszkoknál szintén ugyanilyen kör alakú, a 13. az Róma, ugye, amelyik aztán az etruszkokat elpusztítja. Ez egy hun harcos, onnan tudjuk, hogy harcos és nem vadász, mert páncél van rajta, és ugyanúgy ott van a lóon a körkereszt. Ugye ez a városrészeknek is a város negyedet is jelöli egy-egy körrel. Az érdekessége csak, hogy ezt a részét is megemlítsem, ugye a Mánus papság, tehát az északi féltekén a legmagasabb hegy a Himalája. Tehát az azonos szélességi fokon található, mint a déli féltekén a legmagasabb hegy az Andok. Tehát a Himalája 8800, az Andok is közelíti a 8700-7900-as, azért nem lehet pontosan tudni, mert ugye a Himalája az mindig nő egy kicsit, mert a lemezek nyomják egymást. Itt mondjuk ez a 7900 az megvan. A Tibetben van a férfi papság központja, Mágus papság központja, a női pedig lent az Andokba, ugye Dél-Amerikába. Az érdekesség, hogy nem Monteveresnek hívták ugye a hegyet, hanem Szagatamátának, vagyis Boldogasszony csúcsnak. Tehát ez volt a neve, ugye egy férfi minőségnél a Teremtőisten női minőségét jelenítették meg. Az Andokban pedig ugye női minőségnél egy férfi jelenik meg, ugye a Akunga vagy Kőőr, Kecsuáú vagy, akit a másik oldalról jött, de egy férfi minőség. Hát ez a harcos, amit mutattam, ugye a halhatatlan harcos, ami Pomázról látható és Szentendre fölött van kifaragva. És ugye az úgymond a harmadik szem, az középen van az a Kárpát-medence, mert az volt mindig a mágusok központja. Tehát ez központ. Ugye a föld szívcsakrája az a Pirisben található, tehát nem véletlenül, hogy a Kárpát-medencében van, de szellemileg pedig a mágus papságnak a központja volt mindig a Kárpát-medence. Ugye hát ez a test és a vér, ugye, vagy a vérszerződés, ugye a magyarságnál van egy olyan kötés is, ugye, hogyha nem testvérek vér szerint, akkor ugye megvágják az erőket, és kupába vagy ilyen ivókürtbe engedik, borral megkeverik, és akkor ugye testvérek lesznek. Van egy vér nélküli részre is, ugye a későbbiekben a komaság, amikor azt mondom, hogy te a komám vagy, és az ugyanolyan, mint a testvérem lennél. Tehát ugye a szeretet és a gyűlölet, ugye a gyűl az ölet, a szeretet meg etet, tehát éltet.
ugye ez nem véletlenül van benne, tehát azért volt az, hogy az őseinknél, mi az ellenségünket is szerettük, ugye mert azért vagyunk, hogy őt felemeljük. Tehát ez egy külön történet, mi mindig másképp gondolkoztunk, mint a más népek, ezért soha nem akartuk megölni, arra a szintre hozni, amin mi vagyunk, hanem megadni az ő szintjét, de lássa azt, hogy mi az igazság. Hát ez egy nehezebb dolog. Egyiptomban is ugyanígy látható az egyenlő szárú kereszt. Ugye ezt az őseink használták, nem a latin keresztet használják, mint kivégző eszköz. Az egyenlő szárú kereszt az mindig azt jelenti, hogy föntről kapjuk az etalont az égből, hogy mit kell teljesíteni, és erre visszintesen ugye a földi életben megkapjuk azt, hogy mi mit teljesítünk. Ha kettő egyensúlyban van, akkor középen vagyok, vagyis Isten tenyerén, teljesítettem a feladatomat. Ugye ez ugyanaz, mint a tól és a szív, amiről beszéltem. És itt is a körkereszt, ugye Abüdüszben szintén egy egyiptomi templomba látható. Ez pedig az inkáknak a szent keresztje, a csapana, ugyanúgy egyenlő szárú kereszt. Ha a spanyolok vették volna a fáradtságot, és valóban érdekelte volna őket az inkák hite, akkor rájöttek volna, hogy ugyanazt a hitet vallják, azzal a különbséggel, például ugye boldog asszony van, mert a legszentebb erekélyük egy szobor volt, amin egy asszony egy gyermeket tart. És ugyanilyen keresztek voltak a ruháján. Nem véletlen egyébként, hogy a spanyolok aztán 500 pálost kértek az indiánok térítéséhez, mert már akkor tudták, hogy ugyanazon a nyelven beszélnek, mint mi. A probléma az volt, hogy a pálosok nagy része az indiánok mellé állt. A missziót, aki látta a filmet, ugyanez van, csak hát mi ezt megelőztük majdnem 300 évvel, tehát nem a jezsuiták, hanem a pálosok állt, aki mellé. Ez egy külön történet, akit érdekel, Móricz Sándornak a dolgait, Jánosnak, bocsánat, Móricz Jánosnak a dolgai ugyanígy elolvashatók a netten. Ez egy afganisztáni ezüstbalta, ez azért érdekes, mert ugye itt a kétfejű sas, azt tudni kell, hogy ez a szkitákra vonatkozik, hogy a hunor és a magor. Tehát mind a kétfejű sas, amit a Habsburgok átvettek, mind a cári sas, az tulajdonképpen a szkitákra, Nimród fiaira vonatkozik. Most az egyikkel egy szárnyas oroszlán szorít, a másik pedig egy vadkant tart, és ez egy harci balta, egy fokos volt, hát persze inkább dísz jellegű. Ez pedig egy szumér vagy makar templomi váza, ami egy kitárt szárnyú turulmadár van. Ugye ez a magyar mester munkája, 6700-6800 éves kely, szegvár tűzköves. Itt az alján ugyanúgy látható az egyenlő szárú kereszt. Na most a másik érdekesség, hogy a kőkereszténység népe voltunk, tehát mágus papi nép. Ugye itt Krisztus maga mondta, hogy pap vagyok Melkizedek rendje szerint. Ugye azért Melkizedek, mert ő kenyérrel és borral áldozott. Hát nem voltak véres áldozatok semmilyen szinten. Tehát sem állatot, sem embert nem áldoztak föl. Ugye az élet fölött nem az ember az úr, pontosabban az élet fölött, csak zárójelben, de nem tud teremteni. Azért Isten teremt, mi csak a teremtés részesei vagyunk, a nők sokkal inkább. Ugye ezért volt az, hogy a nőknél soha nem volt avatása a mágus papságnál. Igen, visszatérve a körkeresztre, tehát úgy ábrázolták Krisztust, hogy feltámadt módban, tehát nem fölszegezett módban az őseink, és úgynevezett erekés keresztek voltak. Ez 2000-ben szintén dr. Gedai István csinált egy ilyen kiállítást a Nemzeti Múzeumban. Több tíz, több száz ilyen keresztet tett tárlóba, illetve sokkal több van a múzeumnak a raktárába. Ami az érdekesség, hogy erekés, tehát kívül Krisztus látható feltámadt módban, tehát ugye ezt a liturgiában akkor használjuk, amikor húsvét vasárnap ugye a feltámadás van, akkor letakarják a kereszt részt, tehát az látszik, hogy feltámadt módon van Krisztus. A belső részen pedig a boldogasszony van rajta, tehát a testhez a boldogasszony ér. Ha szétnyitom a keresztet, akkor pedig földet tettek bele, ugye az anyaföldet.
hát ilyen erekélyes dolgok, keresztek voltak, és ez férfiak volták. Hát ez egy fontos kitétel. Ezek, ez mind a kettő szumér templomi edény, ez ugye olyan, mint a búza, vagy csak kukorica szemek, itt pedig ugye szívformája van. Ezek a kejtartó sírszobrok, ezek szintén a Tigris-Eufrates tövén találhatók meg, alabástromból vannak, ilyen fogadalmi szobrocskának hívják őket, de nem ez a lényeg, mert a kejhely tartanak a kezükbe, ezek a Kámajána babák vagy Kun babák, ugye így ismertek a történelembe, de ez nem a kunoké volt, hanem ezek sokkal régebbi dolgok, ugye a fontosabb helyekre, illetve a meghaltak kurgányának a tetejére tettek ilyen szobrokat, mégpedig úgy, hogy keletre nézzen, tehát a várvon napfelkeltét, ugye egy kejhet vagy kupát fog a kezében, ugye amiben várja a feltámadást. Ugye a Boldogasszony könnye, ugye ez a harmat, ez kerül bele a víz a kupába, és ez süti meg a felkelő nap, és ebből kell életre, aki meghalt. Ugye ez azért is fontos, mert a nap az aranyszínű, a víz az kék, ugye a kettőnek a találkozásából zöld szín képződik, ez a planeton az élet. Egyébként ez így is van, tehát amely alapjába indul. Most eltekintek attól, hogy ez a Darwin dolog, ez nem stimmel, ahogy van. Mindegy. A lényeg, hogy élet ott van a mai tudósok szerint is, ahol víz van. A víz az női minőség, tehát az mindig nehéz kapcsolódik. És ezek a kejtartó sírszobrok ugyanúgy megtalálhatók itt is. Ezek szintén ugye lápisz lazuli vagy féldrága kő szemeik vannak a szobroknak. Ezek Krisztus előtt 2700-2600. Ez egy kejtartó sírszobor, ez Tomázón a Sashegyi Sándornak a sírjában, ezt édesapám állította 1960-ban. Tehát 1000 évvel azután, hogy a Kárpát-medencébe állítottak még helytartó sírszobrokat, igen ez a... Jó. Hát itt az Ázsiába való kerülést látjuk, illetve a természetes mumifikálódást. Ugye ez azért volt fontos, mert mind a sivatagban, mind pedig a jégbezárban megmaradtak a tárgyak, tehát nem csak a szövet, hanem a bőr is, ahogy mondtam, tehát a bőrön a tetoválás, a szövetek pedig az érdekesek, meg egy akúszövet, és akkor ott a ruházatot lehetett, hogy zoknia volt, alsónadrágja volt, nadrágja volt, tehát ezeket mind az őseink használtak, ugye mentéje, plusz subája, tehát komplet öltözéke volt, ugye nem beszélve arról, hogy az úgynevezett perzsa szőnyeget is ott találták meg a legrégebbit, egy 2x3 méteres, 1 millió per centi csomózású szőnyeget, aminek a külső gordú ilyen hófehér rovat, a belsőjén pedig vörös szarvasok mennek körbe. És hát erre mondják azt, hogy ez nem kialakult évezetek alatt, hanem ott Krisztus előtt ilyen 2500-ból találták készen, teljesen kiváló minőségben. Hát azt se kéne már perzsaszőnyegnek hívni, ahogy a damaszkuszi acélt se, mert azt hunacélnak hívták, ezt a hunok készítették, és Bugába adták el a kínaiaknak, amikor a bagdadi kalifa 711-ben Talaksznál megvette a kínaiakat, akkor került hozzá ez a hunok acél, és ezt nevezték aztán, hogy damaszkuszi acélnak így kerül Európába. Ugye ez a balzsamozás, a folyamata, az őseink is balzsamoztak, tehát megvolt ez a lehetőség. Ez a második Ramszesznek a múmiája. Az érdekesség, hogy a fakóforsóban van ez a Matrioska babában is így vannak egymásban, tehát ugye ezek a szellemi rétegződéseket mutatják. És hát azon kívül a kulcsjuk forma az a koronán is látható, tehát amikor a szellemi részt veszi a lelket is a szellemet, amíg a test az elfoglal, azért van benne, de a lélek is a szellem az örök. Ugye és a szellemnek a váza a lélek, hogy így mondjam, ami emlékeket visz magával. Ugye itt is látható a szkitáknak a temetkezése, Tutankhamonnak ugye, hogy aranykoporsókba tették, ugye négy aranykoporsóba volt benne, Attila temetésén is ugyanezt láthatjuk, egy külső vas,
aztán ezüst és aztán arany koporsóba zárták. Tehát az őseinél is ennek különböző minőségek és jelentősége van. Itt is láthatók az aranymaszkok a Tutankhamonnál. Ez pedig az egyszerű kőszalkófág, ami szintén ugyanígy kivették. Tehát lehet látni az egyiptomi kultúránál is azt, a Szent Koronán ugyanez a kulcsuk forma. Látható, hogyha kiszedjük a szenteket. Ugye, és itt a piramisnak a jelzése. Ugye a párducon vonul be Tutankhamon az alvilágban. Most a mágusoknak ugye három állata volt, ami a világon mindenhol fontos volt. Hát mind a tibetieknél, mind az egyiptomiaknál, mind a majáknál. Ugye a földi síkot, a testi síkot a kígyó jelképezte. Ugye a kígyó az azért fontos, mert bölcsesség állata, tehát nem a gonoszságé. A vedli a bőrét, tehát ugye mindig fejlődni kell, tehát nem lehetünk ugyanazok. Tehát nem merevíthetjük a tudást, hanem le kell vetni, új bőrt kell magunkra húzni. És ugye a kígyónak fontos szerepe volt, főleg az eső előrejelzésében, mind Indiában, ezeknek a kultúráknál, illetve hát az indiánoknál is. Bár ott a láma csillagkép volt az, amelyik jelezte az esőt, de a kígyók mindig jelzik előre, hogy mikor van eső. Tehát embereket nem áldoztak, ezt megint felejtsük el. Egy nagy hülyeség ez a Mel Gibsonos film, amit néz az ember. Pontosan tudták, hogy mikor jön a láma csillagkép, akkor jött az eső. Arra még más szertartások voltak, hogy hogyan lehetett esőt csinálni, az a legalsó fok a mágusnak, hogy tudom esőt, hogy viharat támasztani. Ugye ezért fontos a párduc is. Azonnak a hátán megy be az Osiris szent állata. Ugye nem véletlenül voltak párducbört a papok. A második ilyen állat ugye a párduc, amiről beszélünk, tehát ez már a lelki síkon mozog. Ugye a kígyó se a földön él, hanem a fákra megy. A párduc se a földön él elsősorban, hanem a fákra viszi föl a zsákmányát is, hogy ne kelljen a hiénákkal és az oroszlánokkal, illetve a keselyünkkel osztoznia. A különbség az, hogy nem hátulról öl, mint a tigris vagy az oroszlán, hanem ugye a fa tetejéről várja az áldozatát, egy ilyen fütyülő hangot ad, vagyis figyelmezteti az áldozatot, és ami a döntő, hogy utána ráugrik, és először megöli, tehát áthalapja a torkát, és csak utána alapnázi belőle. Mind az oroszlán, mind a tigris elkezdi enni az áldozatát, anélkül megölni. Hát ez nem véletlenül a párducot választották erre. Ugye fölviszi a fára, ott teszi meg a zsákmányát, és aztán három napig alszik, és bömbölve ébred újra. Ezért van az, hogy az összes Árpád kori templomunk altemplomában olyan istenbárányos zárókövek vannak, aminek a feje és a farka párduc. És Pantera Dei-nek hívják, Isten párducának, és ez mind Krisztus jelkép. Egyébként a Pantheon és a Szent Domján templom is Rómában ugyanilyen párducos képpel van ellátva. Hát ugye ez a pilis a szívforma, ez mindig a birodalom központja. Itt csak egy pár mondatot mondok, és aztán befejezzük az előadást, függetlenül attól, hogy még lenne kép, mert elérjük a 8 órát, ha jól látunk. 36, akkor folytatjuk, jó? Jó, nagyszerű. Aztán láttam jó, már szemüvekkel. Tehát a szívforma az azért fontos, mert a szív népének is hívtak minket, több eredet mondánk létezik. Ugye az egyikben az van benne, hogy az Isten három férfit, testvért teremt, és a legnagyobbnak ugye megfogja a fejét, ugye ez fényes lesz, és akkor ő lesz az ár a tudás népe. Másiknak a kezét fogja meg, az írő, ők az ügyesek, a kézművesek, tehát ők ebben jók, és a legkisebb fiúnak pedig a szívére teszi a kezét. Ugye, tehát ő az, aki a testvéreinek a sorsát is a szívén viseli. Ezért van az, hogy minden fontosabb, mind főváros, mind pedig szent hely a szív alakot formáz. Ugye az esztergomi pilisvörösvári árokból eltűnt a víze a 1800-as évek
elején, 1900-as évek végén volt egy földrengés, ami gyakorlatilag onnan a vizet kiszorította. A mai részben, aki ott végig megy, nyomokban látható, tehát bizonyos területek még láthatók a nádas, hogy hol jött be. Ez Pomáznál jött vissza a Szentendrei Dunához, a Kőhegy alatt jött be, és így zárta a szívet. Ugye úgy is hívták, hogy Insula Pilis, vagyis a Pilis sziget. Ugye végig a Duna vette körül. Szívformája van, hogyha látjuk, hát ez nem véletlenül alakul ki. Amit érdemes róla tudni, hogy ez egy olyan főváros, aminek a külső pontjai voltak a látható részek, tehát Esztergom, Visegrád, Dömös, Szentendre, Pomáz, Pilisvörösvár. Még sorolhatnám, mert több volt, tehát az általában nyitott volt az idegenek felé, a belső részei azok zártak voltak, és ott különböző templomok, illetve olyan kolostorok és települések voltak, ahol a királyságnak fontosabb ügyeit intézték, oda viszont már nem léphetett be akárki. Tehát oda csak királyi engedéllyel az mehetett be, aki falvak nem voltak, tehát a falvakat a török után telepítették ezekre a területekre. Ha voltak falvak, ott mondom, királyi jobbágyok voltak, akik mindig is ott éltek, illetve a mágusoké volt ez a terület, tehát is már nem jutott ki semmilyen mágus, éppen a Pilisben voltak. Ugye a Gertrudis féle történetet, aki ismeri, a Pilisben, Pilis Szent Kereszten volt eltemetve Gertrudis, ugye visszajön II. András hadjáratából a királynő testőrkapitányát Pétert felelősségre vonni, hogy miért nem védte meg a királynőt. Azt mondja a Péter, hogy uram király, ittas volt a feleség és az olasz kíséret. Én figyelmeztettem, hogy arra a területre nem mehetnek be, én sem mehetek be. Ők bementek, és ugye nem jöttek vissza. Tehát a Pilis ilyen szempontból zárt terület volt, és majd aztán Özséb lesz az, aki ezeket a mágustatokat összeszedi, és létrehozza a pálos rendet, ha létrehozza, mert ne felejtsük el, hogy a görög megfelelője, ugye a magornak pálosz, vagy pár, ugye a hunnak meg naposz, tehát a PL, a Pilis is ugyanerre a történetre játszik. Tehát ez a máguskapság, ez mindig itt volt, és az Özséb se volt más, mint először katona, tehát a pálos rend az mindig is úgy nézett ki, hogy a harcosból léphettek be a rendbe, tehát akik harcosok voltak, direkt nem azt mondom, az orvosok és katonák. Ugye arca volt a harcos, nem féktelenül gyilkolt, hanem magasabb célokért. Tehát ezt így kell venni, ez a harcos, és általában harcos az, hogy az életét áldozza a másikért. Tehát ugye, ahogy a király a legnagyobb szóra, a harcos az életével felel. Tehát azért nem kellett ahhoz fizetnie, mert ő a legnagyobb, a saját életét adta a közösségét, arra szükségre. Na most ezek szürke csuhát mondtak, ugye ezek voltak a szürke barátok, amikor pappá szentelték őket, akkor lettek pálosok, ugye, és akkor vettek fehér csuhát föl. Azt is tudni kell, hogy a teljes magyar egyház szervezet az Árpád-ház kiállásáig az teljesen másképp működött, még Mátyásig, mint a Európában máshol. Tehát igenis a püspökeink kardot voltak, zászlósúrak voltak, de nem azért harcoltak, hogy a mellettük levő várost elfoglalják, vagy egy átkelő helynek a pénzjogait beszedjék, míg az országot védjék. Ugye nincs olyan csatatér se, a Mui se, a Mohácsi, ahol a főpapok ne haltak volna meg. Hát ők nem elmenekültek, meg bevonultak a birtokaikon, hanem kiálltak a csatamezőre. Tehát egészen másféle. Ja, és hát a lovon járás az mindig a papságnak egy része volt, sőt az elhaltnak a lovára is, ugye a temető pap tarthatott igényt, tehát azt általában a pap kapta meg. Hát nálunk teljesen másképp működött a papirány, mint ahogy ezt mondják. Ugye Bábános fürdőn a Rabombának a vára szintén szív alakú. Ugye ezek az elbontott részek, a feketék, ami még látszik belőle. Ugye a négyszögletes öreg torony az megvan még. Ugyanez a úrvárosának, ugye az Eufrátesz itt folyik, csatornával vették körbe, itt van egy két kikötő. Ugye ez is pontosan egy szívformát formál. És ugye maga a cikurát, ugye ez a Nana Holdistennőnek a szentélye volt,
ez az a bizonyos 90x90 méter, és a magassága is 90 méter volt. Ugye ez a rekonstruált kép a úrvárosának, ugye Nanalkor istennő városának is hívták. Ugyanez a hetita birodalomba, itt még egyet visszalépek, ugye itt van 6-as, vagy 6-as. Pontosan ez a Hülosz nevű folyó teszforja körbe, ugye a 6-asnak a sziklára épített fellegvár részét, ez is ugyanígy szív alapú. Ez pedig ugye a Nílusnak a másik oldalán, ugye a Tóthegy, ez amit a Vörös Győző ásott föl, itt található fönn a legrégebbi egyiptomi templom. Ez szintén egy magyar építész gondolta úgy, hogy kell lennie egy régebbi kőtemplomnak is Egyiptomba, Istvánfi professzor, és a Vörös Győző találta meg. Itt látható maga a rom, itt pedig a templomrom. Most azt nézem, hogy igen, itt látható a két kapupillon, és ugye a kelet-nyugati tájolása. Most azt vették észre a győzőjék, hogy ez rá van építve egy előző templomnak a romraira, mégpedig úgy, hogy földrengés biztossá van téve, mert az előzőt egy földrengés pusztította el, és az 1000 évvel régebbi volt, mint az a templom, ami rá van építve. És ezt onnan tudták megalapítani, hogy egy bécsi csillagásznő, nő, ugye a kelés irányt, ez a Siriushoz volt lőve a templomnak a kapuja. Az eltéréséből ki lehetett számolni, hogy 1000 évvel régebbi, tehát itt látható a sárga templom, régebbi templom, amire ráépítették az újat. Na most fogta fel, hogy maga a hegy egy piramis formájú. Ez azért volt fontos ez a hegy egyébként, mert itt tartotta a fáról a szed ünnepségeket, ez annyit jelentett, hogy elért egy bizonyos kort, mondjuk 55-60 éves kort, akkor ide föl kellett mennie. Először 5 évente, aztán ahogy idősödött évente, hát ide azért nem könnyű fölmenni, tehát ide nem vitték a szolgák, hanem saját maga ment föl. Fönt a templomba áldozatot mutatott be, és úgynevezett ilyen szent futások voltak a felső részen. Ezt a fáraó bírta, akkor fáraó maradhatott, ha nem, akkor ugye le kellett köszönnie, és a új fáraó került föl a helyére, mert itt mindig azt is kell tudni, hogy azért ő a hadaknak a parancsnoka is volt, tehát fizikai erőlétének kellett. Hát ezért volt ez egy kiemelt hely ez a rész. A Vörös Győző úgy gondolta, hogy ennek valahol az északi oldalon lenni kell egy bárátának, amit meg is talált 45 méter magasan. És egy 3 kamrából álló, az utolsó kamra félköríves részen, ugye az ítélő Krisztus van föltestve abban a formában, ezt a fotót festették föl, amilyen formában ugye a Szent Koronán is látható. A sziklakáponában meg lehet nézni a Gellért hegy mellett a pálosoknál, ugyanezt föltestették ők is. Tehát ez egy nagyon érdekes rész, nagyon sokan azt mondják, hogy remete szentál is itt remetéskedett, ugye mert ez a Nílusnak a bal oldalán található, a bal oldal az mindig a halál része, tehát a jobb oldal az élet, ahol az élet folyik, a halott városokat építik mindig a folyók bal partjára. Ezért volt az, hogy az Habsburgok nem tudták elérni, hogy Vász legyen az új főváros, mert az a Dunának a bal partján volt, és erre az őseink mindig tiltakoztak, hogy főváros csak a jobb oldalon lehet. Vannak összefüggések a Pilisnek a Börzsönnyel is, persze ez más dolog, de a főváros nem teszik a Dunának a bal oldalára. Ez is egy érdekesség, hogy ugye a piramisokhoz ilyen völgyzáró gátak mennek föl, aminek szintén, mint a templomoknak ilyen kapu pillonjai vannak, ugye a rossztól való védelem. És az ősi naptemplomok is láthatók, ami tulajdonképpen csak egy obeliszk, szintén így a víztől indul föl, és ugyanígy néz ki. Ez pedig a legrégebbi része, egy mesterséges tó, először megépítették magát a templomot, ugye arra egy dombot építettek, egy szigetet, ugye befásították, és aztán vízzel elárasztották, a bejárat meg föntről volt.
és ez maga alul volt a templom, ugye egy tojás forma, az élet tojása. Hát ugyanezek a dolgok mind megvannak a finisben is. Ez látható ugye a nőtemplom, fönt az obeliszk, ugye, ami mint egy napóra mutatja a dolgokat, sőt ugye azt is tudnék, hogy ez is egy különleges dolog, mert minél nagyobb szilícium tartalmú kőből csinálták, ugye a diorit, tehát legalább 80-90 százalékban szilíciumot tartalmaz. Ez azért fontos, mert ugye a számítógépek is ezzel működnek. Hát itt nagyon sok olyan dolog volt, amiről nekünk ma még nincs fogalmunk, hogy ők ezt mire meg hogy használták, elképzeléseink vannak. Ugye ez a visegrádi fellegvárnak a része, ami látható. Gyakorlatilag ugyanaz, ami az egyiptomiaknál van, ugye itt fönt van a fejrész, és a Salamon toronyhoz megy le gyakorlatilag az a kettős várfal, ami elzárja gyakorlatilag a hegyen való átjárást. És ebbe a toronyba, ebbe az ötszörzetű toronyba, tehát a többszörös, ötszörös spirálnak a belsejébe őrizték ugye mindig a Szent Koronát. Ugye nem véletlenül ugye a sárkánnyal is összefüggésbe hozzák ezt a részt, olyan, mint a sárkány kiemelkedne a Dunából, és ugye a feje, pontosabban a nyelve helyén őrzik a koronát. Ez is az egyiptomival analóg. Most nem kell megijedni, hogy negyedik Béla építette a visegrádot, mert köztudomás, hogy előtte is volt ott vár, negyedik Béla csak újból ráépített, illetve kibővítette. Hát ez a sólyom kultusz ugye a fáraónak a hatalmát, ugye Húsz adja, aki Jézus Krisztussal, a világ világosságával, vagy a túlullal ugye megegyező személy. Azért, mert a négyesség az egy az egyben, tehát ott nem tesznek különbséget, csak mi teszünk különbséget azért, hogy tudjuk magyarázni. Ezért van ugye rajtunk kívül, amikor nem a Földön vagyunk egység, egyébként meg kétség, mert kétfelé esik az ember. Az érdekes a fáraónak a nyaklánca, ezekben kis csöngők vannak, és ez pedig az aranyszandála, ugyanez van a túl nemzetség királyainál is. Szent Istvánnak is aranysarúja volt, tehát ugyanabba kellett ugye beöltözni a koronázáskor. A csüngőket megnézzük meg, mert itt látható a fáraó csüngője, ez pedig érdekes módon nem egyiptomi, hanem egy erdélyi csüngő, ugyanúgy Hórusz sólyom, ráadásul Almadin berakása van, mint a koronán ugye a vörös kövecskék, egy turul fej, és ez is ugyanaz a csöngős dolog, ami a fáraónak volt. Ugye a fáraó kesztyűje és az ankeresztben lévő tükre. Most Szent Istvánnak is van kesztyűje, tehát ugyanúgy kesztyűt kellett fölvenni. A tükör pedig látható a három nap, és ugye a Szent Szkarabeusz az azért volt szent, ugye van ajtúró bokár, mert az emberi küldetést, illetve a fáraó küldetését is bizonyítja, tehát a terméketlen sivatagba, ahol halál van. Ugye a szarból, az anyagból, magyarul mondva, életet kell teremteni a gonoly túlobogár, pedig ugye a homokot a szarral vegyíti, és földet, termőföldet ott létre, amit ugye művelni lehet. Hát a fáraónak is ez a feladata, hogy az élettelen részbe belevigye az életet. Tehát ezért használták a Szent Szkarabeuszt. A tükröt pedig férfiak használták, ezek erdélyi és Kárpát-medencében talált tükrök. Mindegyiken a jelzetesség, hogy szarvas van, illetve párduc található rajtuk, ezen még egy vatkan fej is van. Ezt férfiak használták, a harcosok, mert a lelkiismeret vizsgálatra használták, amikor felkelt belenézett, amikor lefeküdt. Ugye belenézett, senki nem tudta, hogy a honlapjuk megírja át egy harcos nemet, már nem lehet tudni. Tehát mindig készen kellett lenni arra, hogy kilép ebből az életből, mégpedig úgy kell kilépnie, hogy el tudjon számolni a teremtő előtt a dolgaival. Az országalma, ugye kettős keresztel, az Egyiptomban is ugyanilyen országalma van, és szív alakú. Hát ahogy visszatettem, a szív az egy nagyon fontos, kiemelt rész az őseinknél. Ez is csak két helyen van, Egyiptomban és Kárpát-medencében. Ezek úgynevezett cikádák,
Én miértnek hívom őket, mert ezt ketten kaphatták meg, kétféle, tehát hölgyek kaphatták meg, olyan hölgyek, akik szüzőszülésre képesek voltak, illetve olyan harcosok, akik posztumusz kapták meg, tehát életüket áldozták a többiekért. Tehát férfi sírokba találtak ilyet a Kárpát-medence, illetve Egyiptomba. Ugye a méhnél tudjuk, hogy a fáraó is ugye méhkaptárszerű dolgot hord, a méheknek van a legtökéletesebben szervezett társadalmi rendje, hogy így mondjam, mindenki az anya királynőjét van, és ezért bármikor az életét adja, tehát ez nem probléma. Ugye az a különbség, hogyha a méh és a darás között, hogy a méh, ha egyszer szül, akkor ő is meghal, mert egy darab belőle is kijön, tehát tényleg az életét kell azért adni, hogy megvédje a többieket. Ugye a darásnál ez nem így megy, mert ő állandó üzemmódban van, így mondjam, annyi csipa, mennyit akar. És ezért volt a szüzénszülés is, ide tartozik nem tudom, hogy lesz olyan kép, nem, jó, nem raktam be. Mert ott meg az a fontos, hogy az anya királynő hím nélkül hím utódot tud nemzeni, ez a szüzönszülés. És aztán ezzel a hímmel párosodva tud újabb nőstény. Hát Fibonacci szám sor szerint épül föl, tehát egy-egy, utána kettő, és aztán ezt a számsort követi. Tehát ez nagyon érdekes ezeknek a tanulmányozása szellem szinten is. Ezért volt az, hogy ilyen hölgyeknek a ruháját fogta össze ilyen arany méhecske. Hát ez a denderai templomnak a horoszkópja, ugye ez ma az a Louvre-ba látható naplón elvitte denderából, csak ugye a magyar horoszkóp. Hát ez a Nílusnak a folyása, ugye felső és alsó Egyiptom. Itt, ami nekünk lényeges, Avarisz. Tehát ez az a pont, ugye a úgynevezett Hikszoszok vagy tengeri szkíták, amikor Krisztus után a 12. dinasztiában, tehát 2000 után partra szállnak az 1900-as évekbe, akkor gyakorlatilag Egyiptom nem harcol velük, hanem megadják magukat, illetve elfogadják azt, hogy a delta részt a Hikszoszok kézbe veszik, mert olyan hajókon jönnek, hogy lovakat hoznak magukkal, a ló nem ismert ilyen mennyiségben és ilyen minőségben az egyiptomiaknál. Reflexiuk van, teljes páncélzatuk, fémpáncélzatuk, nehéz lovasságuk van, nehéz gyalogságuk van. Ezzel szemben a fáraó hadserege nádíjakkal, tehát nem reflexiakkal van felszerelve, nincsen páncélzatuk, tehát gyakorlatilag semmi esélyük nincs harcolni. És átadják az alsó részt, Avarisztát néven hoznak létre egy központot, amit 30 földvár véd, hatalmas kikötőt építettek bele, nagyobb, mint az alexandriai, Vörös Győzőjék, illetve mások ásták, és ők hozzák be a lovat, amiről beszéltem, azt továbbra is exportálni kell Ázsiából, a harci kocsit, mert az sem volt addig. Ez egy trák harci kocsi a Balkánról, csak ott került egy jó állapotba, teljesen mindegy. A reflexiát, utána ez a fáraó testőrségébe és a harci kocsizóknak van ilyen reflexia. Ugye itt Ramszesz látható, második Ramszesz. Ő már azért tudja használni, mert a két nép keveredik, és ezt a tudást átadják. A harci baltát, mert az se volt, tehát a fokos is így kerül be, ugye ez egy arany, ez is fokos, ez inkább rangjelző. A tört, tehát ez a Hikszoszokat legyőző Jaknesznak a törje. És ez Ramszesz gyűrűje, ugye fölkerül rá a ló, tehát nem véletlenül. Ugye ez mutatja azt is, hogy vér szerint is ez a szkita vonalhoz tartozik. Nézzük meg ugyanolyan granulát a gyűrűje. Ez pedig a Núbiában ugye a fekete kusoknak, a királynőinek az ékszerei. Ezen is vannak egyiptomi hatások. Még ők hozták be a hárfát, a függőleges szövőszéket, az ebut, a pupos marhát. Hát nagyon sok minden így került be. Ugye ez a szuméroknál az Enki a bölcsesség istene,
Ha megnézzük, olyan, mintha a magyar korona lenne a fején, tehát ugyanolyan boltozatos, zárt koronát használ. Ez, amiről beszéltem, valahogy a képek egy kicsit megkeveredtek, nem tudom, mi történt. Először vetítek így számítógépről, de nem baj, ez az, amiről beszéltem, tehát itt a bizonyos 12. vagy én szerintem 13. bolygó, ők Marduknak írják, de ez a Nibiru, mert a Marduk a Jupiternek a megfelelője. És az aszteroida övezeten kívül jön, ugye itt van a Jupiter maga. Ez a Szaturnusz, eddig volt ismert, és aztán az Uranusz, a Neptunusz, a Plutó, ugye Plutót 1932-ben fedezték be. Most van még három bolygó, amivel 12 lesz a rendszer, de ezzel még a csillagászok is vitatkoznak. Kettő ezen kívül van, egy valahol itt van az aszteroida övezetnél. Eridu ez az egyik Makkar királyságnak szintén a temploma. Ez gyakorlatilag azért érdekes, mert egy 260 centiször 240 centis réz domborítású fa. Ugye a oroszlánfejű túl a két szarvas között a templom bejáratánál, a templom bejárata fölött volt található. Ugye ez Úrvárosának a romjai, itt van a szikurát. Ez pedig ugye a hun és a magyar szkita szervezésbe. Ugye a körkeresztnek az égtájokat is jelöl, az észak a fekete, a dél a vörös, a kelet a szkék, a nyugat pedig fehér, a közép pont az mindig arany. És ilyen, így állították föl a hadsereget is a hunok a kínai forrásokban. Gyönyörűen megmondja, az északi sereg fekete páncélban, fekete zászlóval, fekete lovakon, a déli vöröses barna lovakon, vörös páncélban, vörös zászlóval, a keletiek ugye kék páncél, kék zászló, nincs kék ló, hanem a szürke a váltó színe, ezért veszik át a törökök a szürke színt, ugye ők mind a mongolok, mind a törökök a keleti hunoknak az elő népei, ezért a mongoloknak a kék farkas az őse, a szürke farkas a törököké. Tehát ők olyan rendelt pozícióban vannak. Ugye és fehér lovon, fehér zászlóval, fehér páncélon a nyugati, és a arany vagy a sárga lovakon aranypáncélban, aranyzászlóval a közép van. Mátyás ugye nem tudja ezt felállítani, ezt a négyékáj felé a sereget, de a fekete sereget felállítja. Az északi a kiemelt a négyékáj közül. Azért, mert ugye aranyakácska az északi sarcsillag alatt trónol. Ugye ott van a sárkánycsillag kép és a kettő között a kis és a nagy medve. Hát így tartották. Ugyanez vonatkozik a szuméroknál is. Ugye ott jelenik meg a címer ebben a formában, tehát a négy folyó, a hármas halom és a kettős kereszt, ugye ez az országot jelöli. Tehát ez is a Kárpát-medencéből van. Ez egy papkirálynak a palástja. Ugye itt látszik a feladata, a beporzás, ugye mindennek a magasabb szintre való emelése. Ugyanaz, mint a Szent Istváni paláston látható, tehát ezek nem véletlenül van, vagy a magyar suba. Tehát ez ugyanez a történet, az is rangjelző volt, hogy kinek milyen a subája, hogy néz ki. Ugye ez a Hórusz, ez egy eszköz volt, ugye egy boton körmeneteknél használták, egy arany sólyom fej, egy almadin rúd van, ugye ez a, mondtam, hogy ez a gránátnak egy fajtája, egy vörös színű kő, ugyanez van a Szent Koronán. Itt egy rúd van beletéve a sólyom szemű, hogyha átsüt rajta a nap, akkor olyan, mint hogyha a sólyomnak a szeme villogna. Ugye itt látható a kobra, amiről beszéltünk, ugye a védelem. Bocsánat, nem mondtam a harmadik szintet, a szellemi szint a sólyomban kívusoknál, tehát kígyó, párduc, sólyom. Tehát ez volt mindig a jelzés. És itt pedig ugye a tíz parancsolat látható a fején két torz formájában. Ez olyan, mint aki katona volt, azt tudja a Döccédula. Ugye hogy a letöröm, az egyik rajta marad a tagom, a másikat pedig ugye hordják. Tehát egy kövön van mind a tíz parancsolat, nem két kövön van, csak hát ugye a másik nép az így látta, ő két kőre kapulta, de ez a formája. Ugye ez az a bizonyos hirtelen akkor cseszlovai fekete madonna.
ugye a vágás az arcán, erre mondta a Széchenyi Zsigmond, hogy Zács Klárának a képe, nem véletlenül ugye a pálosok adományozzák Csenszkovának. A Fekete Máriának külön szerepe van, ugye a Fekete Madonna a földdel van összeköttetésben, tehát ebben nem a tatárharcos vágott, hanem Károly Roberték ugye így csúfították el. Itt még hozzátenném azt, hogy az egyiptomiaknál is van ugye női papság, az Ízis papság. Jó, akkor a képet mutatom, aztán beszélek hozzá. Na, ez a Kogrutovics-Manóféle 1890-es térkép, tehát itt van a Kárpát-medence, kaukázusi Magyarország magyar város romjaival. Még ma is még 4-5 méter magasan állnak a romok, és itt van ugye a Nagy Magyarország, vagy a Volgai Magyarország. Ugye ez 1236-ban pusztult el, ez 1391-ben 1410-ig fönt van. Magyarország, ugye a Nagy Magyarország valami pillanatilag is van. És köztük ugye Kunország vagy Hunország van, ez 1890-es magyar általános iskolai térkép. Tehát... Jó, elkésztünk. Nem baj, de azt hiszem az idő is nagyjából bejár. Még a Fekete Madonnához visszatérek, mert ez is egy érdekes dolog, és akkor ezzel be is fejeztük a mai előadást. Ugye az Ízis papságnak az volt a feladata, hogyha nem áradt a Nílus, akkor gyakorlatilag rá kellett bírni arra a Nílust, hogy áradjon. Ugye, mert ha a Nílus nem árad időben, akkor az a probléma van, hogy nem lesz élelem, nem lesz gabona. Mert ugye a fekete föld az akkor működik, ha a Nílus az iszapját szétteríti. Ez általában a Sirius-szal függött össze, illetve a Níluson különböző nilométerek voltak, ahol a Nílusnak a vízszintjét mérték, és ugye különböző csillagászi dolgokból tudta következtetni, hogy mikor kell áradnia. Na most a földi idő az égidővel nincs mindig egyensúlyban, és ezért volt az, hogy amikor nem volt egyensúlyban, tehát hiába nézett úgy ki, hogy áradnia kellett, nem árad, akkor jött az, hogy az Ízis papnők ugye ezüst kancsóból merték a Nílus vizét ezüstálba, és ezt addig csinálták, amíg általában 24 órán belül megáradt a Nílus. Tehát amikor ők elkezdték, 24 óra múlva áradt a Nílus. Tehát ők biztosították a jólétet az egyiptomi népnek, mert a fáraónak az volt a legfontosabb feladata, hogy a jólétet biztosítson a népnek, és a jólét mellé szellemi dolgokat adjon. Tehát, hogy fejlődjön a népesség szellemileg, mert nem azért élünk, hogy dolgozzunk. Tehát nagyon durvák, mondjuk a középkorban egy paraszt 150 napot dolgozott, a többi nem dolgozta. És abban benne volt az úri robot, meg a saját földön való robot, hogy szellemi dolgokat ért, tehát azért volt olyan szinten, amilyen szinten. Ha meg azért vagyunk ilyen szinten, mert 24 órában 48-at dolgozunk, 365-ből meg 419 évet, ha egy mód lenne rá. De nem azt csináljuk, amit kell. Most visszatérve, Vörös Győző találta meg a Taposis magnában, ez volt a legnagyobb Ízis szentély, azt a templomot, amit nem találtak meg, Ízis templom volt, erre aztán a rómaiak is ráépítettek, később pedig a koptok. Ő viszont egész lement addig a szintig, hogy megtalálta az Ízis templomot, és ami egyedülálló, az összes eszközt egybe. Ez is érdekes, hogy miért pont egy magyar találja meg, pedig mindenki kereste. A másik legfontosabb, hogy Szaváriában, ugye Szombathelyen van a másik legnagyobb Ízis templom. Az érdekes módon Kárpát-medencéből van. Hát a fekete madonnák azok így jönnek össze, aztán ezek mentek Dél-Franciaországba is, de ez is rajtunk keresztül vezethető ez az útvonal. Hát ennyit a fekete madonnákról, fekete Máriáról. Köszönöm, hogy meghallgattak, ha esetleg van kérdés, valósan válaszoltam.